Jó estét kívánok mindenkinek! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Cső Laci, szia Tibor! Cső! Sziasztok! Hello! Sziasztok! Van hang, szuper! Megvan az ellenőrzés! Hello! Sziasztok! Sziasztok! Szemüveg fel! És már jók is vagyunk. Hello! Cső! Szia Endre, szia Dominik! Hello! Szia Gréta Dorka Deme! Szia Áron! Szia Zoli! Szia Dani, szia Levente! Szia Csabika! Szép estét Zolika! Szia Jimmy! Szia Benjamin! Szia Ádám! Szia Krisztián! Hello! Sziasztok! Jókora estét mindenkinek! Jó napot! Hello! Cső! Péntek van! Végre péntek van! Sziasztok! Hello! Na, most ezt nem értem. Jó. Hello! Vége a sulinak, pihenés van akkor most már. Sziasztok! Köszönjük ki. Hello! Yes! Azt nem értem. Jó, ez oké. Okay. Hello, nem, most magyarozunk már. Az a baj, elfelezzük, nincs idő semmire, Tamás. Hello. Az jó lett, szia Erik. Dominik, remélem jól sikerült. Szia Gábor. Szia Santiago. Cső. Magyarozunk ma. Ez a biztos. Hát most lett, na, Dominik az király. Mert akkor hétfőn lesz majd Amerika. Hello. Vége a gyakorlatnak. Helyes, szia keresztapa. Fortnite? Nem hiszem, hogy lesz. Majd kiderül, ha lesz, és akkor szerintem videó lesz. Nem nagyon játszunk már. Fizunap is, tényleg? Na, Jimmy, csak nem egy gyors hajtás. Hello. Halk vagyok, pedig fullon van minden. Jó estét, sziasztok. Fullon van minden. Hangos is fő. Nálam mindennek jónak kell lennie. Minden maxon van. Hello, köszi Máté. Köszönöm, csak járőrözöl. Hát Valentina, azt nem tudom. Fogalmam sincs, az nem olyan izgalmas, tudod? Az igen, Jimmy. És ez nem 30 ezer csak? Megfogtak, vagy küldték a csekket? Sárkányhajózni, az jó. Tegnapi live elérhető? Most ezt meg kell néznem. Nem biztos, hogy elérhető a tegnapi live. Ezt most megnézem, jó? Kösz, hogy szóltál. Még nem elérhető. Jó, hello, szia Roli, szia. Még nem elérhető. Kívánok. Jó, hogy szóltatok. Nektek elérhető. Igen, a tagoknak igen. Igen. A tagoknak igen, de most teszem nyilvánossá. Kösz, hogy szóltatok. Hello. A sárkányhajó az jó. Az király, az jó cucc. Jó, elérhetővé tettem, jó? Hello. Tibor Feri, hát heti 4 van. Ez a munkám is. Szia, hogy vagy? Jól vagyok, Bálint, köszönöm szépen, remélem te is. Minden oksa. Úgy küldték én észre, hogy tartom. És mennyi idő alatt, Jimmy? Egy hónap? Vagy mennyi idő alatt küldték ki? Motoros videó, fogalmam sincs. Szia Imre! Cső. Majd lehet, hogy csinálunk egyik nap. Mindenkinek hallani, hogy egy civil rendőrök, tudom, hogy neve. Igen, az is előfordul. Ja, megemelték a bírósági tételeket, akkor azért ennyi. Köszi medve! Szia Pír! 28-án mentem, szóval egy hét. Ja, csak akkor 30 napon belül érkezik meg. Meggondolom, a külföldön vagy, akkor meg több idő, ugye? Mit fogunk ma csinálni? Ma Tímár Mihály elkapja Jézust. Mostában sokan vannak a magyar szerveren, úgyhogy számtalan RP lehetőségünk van. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mire készüljünk ma. Hunort is meg kéne keresni, igen. Szia Dominik, szia Bálint. Jézus kill az kötelező. Múltkor kikaptunk tőlük, emlékeztek, de Jézus is meghalt. Úgyhogy kemény volt. Sose tervezünk előre, mert tényleg abból baj van. Hello Krisztus Bá, szia Bálint. Sziasztok. Hogy telik a péntek, mi újság? Hogy vagytok? Ott nincs. 30-ból lett 39, értem, akkor Jimmy azért kapott 39-et. Az kemény azért.
És például, ha 50-es táblánál 65-te, az mennyi? Az is annyi? Vagy ez hol van ez a táblázat, Laci? Ja, vesz, lehet. Reméljük. 6 órád volt, király. Csá, végre vége a hétnek. Hát még nincs vége, csak a nehezebbik részének van vége. Most jön a szórakozás része, nem? Jövő héten 8 dolgozatot írok. Medve, hát nem irigyellek, kitartás. Gyorshajtási kalkulátor. Na, jó van, akkor majd megnézem, mert érdekel, hogy ezt így fölemelték. Akkor a legnagyobb büntetés nem is 300 ezer, hanem például 350 vagy 390. Nekem 4 büntető pontom van. Na, én is valahogy Jimmy 90-nél 109-nél elmentem, de én 30 ezeret kaptam akkor, igen. Meg 4 büntető pontot. Mikor mész fel? 45-kor. Sziasztok, szia Oldbold. Cső Dávid. Jaj. Van tűrés határ? Azt nem tudom. Jó volt a napom, köszi szépen, kész van a konyhabútor végre. Nagyon-nagyon örülünk neki. Mi csinálsz akkor, ha a rendőrök megálltak? Mármint hol Valentina? A játékban vagy élőbe? Hát ha megállítok, akkor leállok és csinálom azt, amit mond. Odaadom a személyigazolványomat. 5750, az 390. Na, akkor azt is felemelték. Szia, Big Mac. Cső. Cső. Elhiszem, Santiago, az pénteken azért Ákosnak is 7 órája van, volt ma. Azért ez kegyetlen, nem? Régen nekünk mindig ilyen 5 óránk volt. 5 vagy max 6. De akkor nem kínoztak minket. Plusz 9 lehet Romániába átlépni. Sziasztok. Hello Wolf, állítottak már meg? Persze, hogy állítottak, persze, igazoltattak, jaj. Olyan nem szoktam menni, hogy legnagyobb tételeket nézgésre, hogy ezt nem is érezte meg. Na, de most akkor tudjuk. Pátosi múltkor kapta, igen. Köszi Tab, hello szuper. Cső, sziasztok. Szép kora estét mindenkinek. Köszönöm Miklós, a 6 hónapot, fél éves lettél Miklós. Köszi. Minden oké, youtuber, köszi szépen. Na, az jó, Benny. Én is mindig vártam a pénteket, de a dupla matek, dupla német pénteken az nem volt olyan jó. De motivált, hogy lassan vége. Jól vagyunk, köszi szépen, Oldbold, kedves vagy. Rendőrséghez lehet-e csatlakozni? Discordon kell megnézni. Wolf, hát hónap eleje van. Hónap eleje van, ha még csak 6-a van. Szia, Mike. Szia, Martin. Ádika is 7-es, igen. Igen, tényleg ma aradi vértanúk van, igen, október 6. Jaj. Ja, újra vannak alertek. Kiírja a feliratkozókat, a PayPal donation-t, a superchatet, mindent kiír, ahogy látjátok most a képernyőn. Úgyhogy ma ezt csináltam, végre megérkeztek ezek az alertek is, úgyhogy király. Hello. Nem tudom, azért nem akarom megfelezni, mert nincs idő akkor semmire. Ja, feliratkoztok, kijön ott a nevetek, meg mindennek kijön a neve, mindenkinek is. Hello. Jól, Regina, köszi szépen, ma kész lett a konyhabútorom, így gyönyörű lett, jövő héten mutatjuk majd be, holnap forgatjuk a videót. Yes. Úgyhogy annak a vágására gyűjtünk. Videó vágásra gyűjtünk már ma, mert azt egy profi vágóval fogom megvágatni. Hello. Szia, Tibike, cső. Úgyhogy arra gyűjt, az a gól, a donate gól. Hello, két töri volt, hogy vége legyen. Ez a magolós tárgy, ugye? Lefelé, hát igen, veszti, nem is biztos, hogy abba tudjuk hagyni, igen. Igen, szia Tibor, cső! Jó hétvégét mindenkinek. Köszi Zoltán, te is érezd jól magad. Felléptél 600 ember előtt. Na, Tamás, szavaltál? Régen engem is mindig főkértek ilyen szerepekre. Köszi szépen, Old. Akkor sem meg ilyen live-okat. Persze, Valentin, hát akkor sokkal szabadabb lesz az időpont, hogyha elköltözünk. Na, szuper Tamás, szuper, király vagy. Cső Imre, szia Ildikó, sziasztok. Ádi és Ákos most a haverjainál vannak. Ja, holnap akarunk majd videózni, akarunk focis videót csinálni. Kíváncsi vagyok, hogy milyen idő lesz.
Halloween mikor van? Azt hiszem október... Tartsd meg az apró, te mocskos állat! Köszönöm, kiállsz, látjátok? Laci az 5 dollár! Köszi szépen, Laci! Vágóra! Vágóra! De ma Amerika kell legyen. Vagy te direkt csinálod, tegnap fut Amerika! Október 31. Jó, oké. Köszi. Mikor lesz volt? Lehet, hogy október-november környéken. Még nem tudom pontosan. Ez Minecraft Ákos, nem tudom, Super Commando. Az is lesz Wolf Gamer majd, igen. Tegnap fut Amcsi. Macsolat mindig összekever, összekever. Szia Bálint Illés. De szerintem direkt csinálja. Milyen videót? Aztán Sony Vegas-t. Na de már ilyenkor is működik. Így van, Laci, végre működik. Köszi szépen még egyszer. Castornak a feliratkozást. Tök jó, hogy így kiírja most már. Nem volt eddig alertünk, és akkor most megjavult. Ma ezt csináltam tényleg, hogy király legyen. Annyi, hogy majd itt a másik oldalon fogja írni játék közben, hogy ne jöjjön bele ide. Persze, Dominik, hát változó, hogy ki mit szeret jobban. Egyértelmű. Valaki a magyart, valaki az öntöző, de azért jó RP-t, és szedd alá, és legyen valami, yes, yes. Köszi, Kevin, köszi. Jó volt, Mangó, köszönöm. Mit ettem ma? Sushit. Nagyon régen ettem sushit. Úgyhogy végre sushiztam ma. Fú, nagyon régen. Nagyon-nagyon régen ettem. Mert itt Baján amúgy csak heti egyszer van nyitva a sushis. Hello. FC24, nekem annyira nem tetszik. Én inkább a haverokkal szeretek úgy, hogy ja, ott vagyunk náluk. Kis házi buli, játék. Hello. Jól vagyok, Peti, köszönöm szépen. Na, úgyhogy kéne a kertbe ásni is. Igen, Amerika meg event van, igen, akkor nem is lehetnénk. Nagyon illegális stop van. Mikor kezdődik a live, Regina? Hát már rég elkezdődött. Hello. Nem tudom, mi várható mára, nagyon lazák vagyunk már ma itt péntek este. Meglátjuk, hogy milyen RP-nk lesz. Na, hát akkor megyünk fel a szerverre. Megnézzük, hogy mi újság van. Mi újság? Ja, itt nem kell a kijelző felvétel, mert itt mutatja. Kicsit itt nagyobbra tesszük magunkat. És akkor mehetünk is fel. Pizzát eszel? Jó étvágyat, Dominik. Most van vacsora idő, ugye? Sokaknál. Jézust el kéne kapni. Igen. Mind a kettő Christopher Ferenc. Az a jó, hogy változatos, tudod? Az a jó, hogy változatos. Amerika. Magyar. Magyar. Milyen sushi? Nem tudom. Hát mindig ilyen boxokat veszek, Bangó, aztán azon minden rajta van, tudod? Minden rajta van. Mindenféle halat szeretek, de amúgy a lazacot szeretem a legjobban. Szóval kiszó youtuber. Én is szeretek. Itt a szotyit állam. Adjam kölcsön. Kölcsönbe. Szedd alá! Ne vegyem magamra nagyobbra. Jó van, ennél nagyobbak nem leszünk. Rivá! Jó a fészkem, igen. Megjavult. Sanyi, csak neked! Figyeld a forma szervert, a legnagyobb formákat találod itt meg. Egyesülj te is a családdal, hidd el, egy percig sem várom, mert a srácok ma itt benne. Nazdani, a Okula Cyber, pedig expedíció indul, hát Cyber, te is Petona, meg Tegla, végre egy cerre. Nem, Mangó. A Tesla fénye. Újra itt vágod, szeretek itt lenni, ezt is lazában át. Nagyon jó, jaj, tényleg. Ebbe ütöztünk át. De legalább rögtön megjelentünk. Hello, sziasztok. Na, ásni kéne, nem? Ásni kéne. Jó, van itt minden, GPS, kaja, pia. Szép estét. Kéne ásni, nem? Akkor először kimegyünk ásóé. Vagy detektoré, meg ásóé. Ja. Ó, de nagyon jó! Most mi van? Ilyen nehéz vezetni? Na, nagyon jó! Vár csak ruhát, de ezt a ruhámat nem ismerik. Ez olyan furcsán indul meg. Túl furcsán indul meg. Jó, na, menjünk ki detektort venni, mert ezek megint elásnak valami szerintem. Aztán utána megyünk szerintem átöltözni. Van nálam telefon?
Nincs telefon. Telefont is veszünk a boltba. Vagy a plázába? Plázába kéne telefont venni. Először elmegyünk a plázába telefont venni, jó? Van nálunk pénz? Pénz sincs nálunk. Plázába tudok levenni pénzt? Nem tudom, hogy tudok levenni a plázába pénzt. Ott van át ilyen cset? Mit tudtok róla? Új kamera, át a fények jobbak! Néha itt a softbox a fénybeállítás nem a jó, nem is a kamera. Meg már nem lagolunk rá Istennek, úgyhogy megoldott ez a probléma. Most nem tudom. Nem tudom, hogy van-e, de a fognak volt, csak van át ilyen. Mindjárt megnézzük. De jót megyünk. Nem erre! Kaltentettem, hogy letárcázva, ha csinálom. Szerintem ott nincs ATM. Mintha múltkor se találtunk volna itt ATM-et. De mindjárt megnézzük. De Rögi lesz ma nyitva? Fogalmam sincs, hogy itt van ATM, de mindjárt megnézzük. Nem látok sehol. De egy plázába kéne lenni ATM-nek, nem? Egy plázába muszáj lenni ATM-nek. Nem tudok kártyára venni? Az a baj, hogy nem. El kell mennem levenni pénzt. Ha már itt nincs ATM. Jó, mert muszáj telefon, mert hát ha kerestek telefonon. Köszi Dávid, szia. Elmegyünk bankba. Hol van bank? Elmegyünk bankba. Ja, a plázákban szokott lenni. Na mindegy, elmegyünk bankba. Ez az autóban nincs távolság. Fent van? Lehet, hogy fent van az emeleten? Lehet. Szóval ez a nincs távolság tényleg. Gyorsan odaérünk. Ezredesként itten hasonlítunk el össze-vissza. Jó. Jó napot! Mennyit vegyünk le? Pénz kivétel legyenek kétszer. 1, 2, 3. 2 milliót vettünk le. Jó lesz. Levettünk gyors 2 milliót. Mehetünk. Jó. Az még csúnya lett volna visszaköszönt volna hallott. Kemény lett volna. Hello Peti. Hát Gergő, pénteken alapból kevesen vagyunk. De megfeleződött nagyon a nézőszám, de péntek az mindig ilyen. Azért nem szoktam most már pénteken live-olni, meg hétvégén. Mindenki csinálja a dolgát, bulizgat. De alapból tegnap is 600-an voltunk, vagy 700-an. Fateres Erpik, nem tudom, ez Peditől függ, ez nem tőlem függ. Múltkor ott befejeztük, amikor nagyon lehúrogta itt a chat, aztán... Aszta! Aszta! Hát ez majdnem! Ez majdnem elvitt minket, Boré. Köszönöm a telefont, hogy lehet a 2 millió, kicsit sok pénz. Telefon, oké. Okay. Oké. Új üzenet. Tudom, de a hangja volt, gamer, az ellen... Ki ez? Timár írja, ha tudunk találkozni 20-45, ha lehet, ide jöjjön. Cső, vagy? Hello, ja. Jó, először elmegyünk ásni. Először kimegyünk detektorért. Biztos, hogy találkozunk ma Jézussal. Biztos vagyok benne. Mindig találkozunk vele, összefutunk. Tímár úr, vegyen egy új telefont. Már van nálam telefon.
Pártosi az. Hívj fel. Hívj te! Hívjál fő te! Jó, kimegyünk ide. Kéne detektor többet hozni, és akkor berakni a tárolóba, hogy nem. Vegyünk többet. Többet kéne venni, és akkor nem kell mindig kimenni. Csőcső, sziasztok, szép estét mindenkinek, szép kora estét. Hello, hello. Küldjük meg. Csá, Ádám Simon, cső. Aki feliratkozik, már kiírja, meg minden, vannak alertek, jó, jobb oda kiírja azokat. Feliratkozás, támogatás, ilyeneket is kiír, tagságokat is kiírja. Azért mondom, ez az autó nincs távolság. Sportol? Megnézzük. Lejátszottam online-t a nézőkkel Mangó, de szép modderkedték, lehetetlen volt. Pedig próbálkoztunk vele, de lehetetlen volt. Lehet, hogy nincs rajta sportmód. Hát Wolf, az biztos. A Turing laptopba megszívtuk, hogy elkobjuk túl, elég durvás. Jó, de tényleg most hasítunk. Ez az autóval, ez nagyon durva. Ezt el ne szálljunk. El ne szálljunk, mert akkor baj lesz. Ja, Mangó, persze. De hát, ilyen mindig is fúr. Ugye vannak a szerveren? Megállunk, jó? Végig nyomom most már. Majdnem! Kicentizi! Kicentizi ez az állat! 398-a mentünk, tényleg? Kicentiztem! Kicentiztem ám rendesen! Megjöttünk épségbe. Épségbe megérkeztünk. Ezt el sem hiszem. Köszi szépen, köszi. Na, mennyien vannak fent a szerveren? 32-en és 8 rendőr van. 8 rendőr van! Na, valaki írt. Megint Batosi az? De ez jó ez a jelmez. Nem tudlak. Én is tudom fölhívni. Jó. Detektorozzunk. Jó napot kívánok. Mennyi detektort vegyünk? Egy 5-öt visszünk, nem? Még egy 5 ásót. Köszönöm szépen, bepakolom az autóba. Nem rosszból, de egy kicsit hogy 200 kanyarodsz és nem rosszból. Peti, nem reál. Hát ez még mindig egy játék, te állat. Még mindig játék, 200-al kanyarodok. Jó. Nem tudlak, azért hívtél idióta. Na jól van, ignoráljuk. Ignoráljuk! Majd főhív, ha akar valamit. Visszamegyünk a házhoz. És akkor bepakoljuk ezt a házba. Nem kell mindig jönni erre fele. Jók vagyunk. Ségú, egy. Nem egy mi együttek. De múltkor 3-3 cég tehetünk. Ja, és nyitottam egy piros AVP-t. Jaj, az ÉZ! Fiazói jól működik. És 40 eurót ér. 40 eurót ér. Nem tudom, lehet el kéne adni majd. És akkor majd nyitunk még többet. Igen, tessék.
Hát szép jó napot kívánok, itt a Hurka beszél. Kívánokat keresem. Szép vagyok a Szüresz, mi újság? Na, üdvözlöm kedves Tímár úr. Hogy van mostanság? Jó vagyok, köszönöm szépen. Na, hát mi annyira nem vagyunk jól, vagy nem voltunk jól, de mindegy, nem is ez a lényeg. Na, a testvérem, arról szeretnélek értek meginformálni, hogy tudnánk-e találkozni mostanság, és átadni neked egy-két információt. Persze, persze. Figyelj, most van egy 5 perces dolgom még, és akkor utána mondjad, hogy hova menjünk. Kíváncsi vagyok. Jól van, jól van. Megkérhetném esetleg a kedves nyomozó urat, hogy totálisan a békesség nevében nem tudnánk találkozni úgy, hogy kivételesen egyedül jönne. És akkor mi garantálja a biztonságomat? Nézze, Tibár úr, szerintem a féltestvérem, hogy azt mondja, hát azért mégiscsak családban vannak, nem? Hát, ja, de hát én már nem hiszek neki, tudod? Hát szerintem a családon belül meg kell adni az esélyt mindig. Jó, jó, rendben. Higgye. Van, de ha trükköztök, vagy bármi lesz, akkor tudod, hogy mi lesz. Minden persze, kélek, persze. Hogy tiglad. Persze, persze. Higgyel, Misikém, hogy jó szándékkal megyünk, és jó információkat szeretnék vinni, és segítünk készen. Viszont a Hurkába? Hurezba? Jó, rendben, oké. Figyelj, akkor küld a koordinátot, hogy mondj egy helyet, és akkor legyen 48, mit szólsz hozzá? 48, tökéletes, 48, tökéletes. Jó, rendben. Jó, majd küld a koordinátát. Jó, rendben, mindenféleképpen küldeni fogom. Jó, köszi. Az uráldással legyen rajtad, Misikém. Hello, Hurez, hello. Egyedül megyünk. Egyedül megyünk, mert nem fognak átverni. Érzem. 40 euró az mennyi? Hát, mennyi? 15 körül van. 40 euró. Annyi, azt hiszem. Jajaj. Jajaj. Hát ezt a felre mondod, azt mondod, hát csak nem. Hol van a kártos idős? Mit a forrás az Ákos? Szia Ferenc, cső! Ajjaj! Jó, meg vagyunk. Nem Mario volt, Hurka volt. Hurka. Gyors detektorozzunk. Most ennek kifejezetten örülünk, de a felvágás nem biztos, hogy mindenki találja itt a chatten, érted? Hát igen, Wolf amúgy, majd kiderül. Majd kiderül, ha elrabolok, akkor ti már... Ja, de ne ebben a ruhában megyek, nem? Itt át tudok ötözni? Itt nincs ruhás szekrényem, nem? Jó. Egyet vettem csak. Nem 5-5-5-5 vettem belőle? Azt most nem értem. Hát elszálltok az árosodásba. Itt ezen a szinten át tudok jól. Igen, itt bent. Itt. Oh. Oh, csak ilyen ruhánk van. Valaki hívott. Ilyen vagány ruhánk van. Most nem veszi fő. Hello! 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 Mi van? Te mit hívogatod? Hát te csörgettél meg! Na most mit hazukkász? Mit hazukkász? Na mi újság, mit akarsz? Hát figyelj már ide, Misikém, hát hallottam, itt a srácok mesélték, hogy megsebesítettél. Ilyen nagy jompi vagy. Hát én lehet, hogy előfordulhat, tudod, ez a munkám része, bármikor bármi előfordulhat. Aha, jó van, Misikém, figyelj csak. Meg fogod szívni, jó? Érted, te fogod megszívni. Na és miért, ne csaljam. Mert mindig fenyegetőző, és most már be foglak csukni. Hogy mondod, fenyegetőző? Igen, fenyegetőző.
Szia József! Te ilyen szögedi vagy? Szögedi vagyok, igen, baj. Nem, de hogy is, hát Szeged az jó város, érted? Ott tanultam meg gitározni. Ott tanultam meg gitározni a rakparton? Nem. Ha nem? Leteszem a pénzt, az jó volt. Tök mindegy, lényegtelen. És amúgy hogy vagy, Misikém, jó? Rosszul vagyok. De miért? Rosszul vagyok, ha nem tudom, múltkor is a kórházba kettem fő. Állandóan ott kelek fő, és ez zavar engem. Biztos, hogy valaki, mérgez engem valaki, tudod? És most elegem van belőletek. Belőlünk? Belőletek is fog az összes bűnözőből, akit lekép, rács mögé kellett volna juttatni. Igen. Hát én. És? És ma meg fogom tenni. Igen, nem mondod. Yes, 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 yes. I am heaven good. Yes, you are don't good man. Ez az mit jelent? Te nem vagy egy jó ember. Hallottad? Igen. Jó. I am figyelj. Good man. Igen? Jó van, Misikén, figyelj már, lehet, hogy lesz egy kis fordulat, jó? Értem, várom. Számíts arra. Számíts arra. De mi ez a... Na, tegyük le a pénzt. Mennyi pénz legyen nálam? 1 millió 700 1, 2, 3 Leteszünk ennyit. Jó, oké. Na, mehetünk. Detektorozzunk, és akkor utána Hurka küldi a... fordulat. Jó, de ő várjál, te Hurkával van, nem? Hát akkor így hogy menjek oda? Na, nyíkor repettek van, Bobo? Hát figyelj, 6000 forintos órabér, sajnos. 6000 forintos órabér. Oha, most ez mi ez a ultralag? Ez nagyon durva, chat. Ez most mi? Ez nagyon durva, lehet, hogy resiznünk kell. Hello? Mi történik? Hoppá, valami mozog. Oh, jó. Wifi error, de még mindig nálam van a... cucc. Na! Detektorozzunk. Detektorozzunk. Hát, ha elástak valamit megint ezek a állatok. Állatok! Jó. Csak nem. És akkor utána megyünk a helyre. Ja, de kaptuk egy másik helyet is. Azt is meg kéne nézni. Detektorozás után rakjon be a tárolót. Jó, az jó ötlet. Jó, igen, igen, igen. Azért mondom, hogy drága, de megéri. Drága, de megéri. Már nincs, nem másnak el semmit csak. Békén hagynak most már. Opiumot is mennyit veszek. Meg itt megnézzük, ha itt nincs semmi, akkor jó vagyunk, és akkor betesszük a tárolóba. Ez jó ötlet. Ott egy ember, nem NPC. Hol? Hol? Ne idegesítsé, az NPC. Biztos, hogy NPC. Ja, ez magyar le. Az NPC biztos. Na de ettől is meg kéne szabadulni ettől a táskától. Jó, megszabadultunk. Most ez tényleg nem NPC volt, ne? Szórakozzatok. Jó, ezt lepakoljuk, és akkor mindig itt a háznál tudunk itt dolgozgatni. Ez így jó. A kaparós. Köszönöm az egészségkívánásokat. Hol láttátok azt? Köszi, 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 köszi. Kiárat. Hátul láttátok? Ott volt a bokorban a fa közelében. Ez komolyan? Megfigyelnek? Ez NPC, ez biztos. Ezt láttad? Ez meg a kertész.
Hello, 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 sziasztok, ez a kertész. Na de hogy... Hogy tűnik el a... pénz? Jó, ide. Megint csúszhatok 100 000-et. Nem tűnik el. Mindegy. Mindegy. Jó, menjünk. Nem győzött tegnap a Fradi? Nem tudom, hogy a többi autóba beszállok, akkor is így fog viselkedni. Nem, nem, ott a háznál mindig ez történik. Háznál mindig ez történik. Jó, letettem. Jó. Háznál mindig ez történik, ott valami van. Na, elviszünk inkább egy ilyen autót, és akkor... A publikig megint el kéne futni. Ja, elfutunk megint a publikig. Nem, hát... jó, mivel lett volna autónk, oda tépészhetnénk, nem? Mivel amúgy lett volna autónk, csak ez miatt rossz. A nyugodt fej! Mit idegeskedjek? Csak oda tépészhetnénk. Ott volt Jézus autója. Ne szórakozzatok már. Nem hívunk adminot, hanem oda tépézünk. És akkor meg is oldottuk ezt a problémát. Oldottuk ezt a problémát, és akkor kérünk egy másik autót. Ez a halatortános autó, ez jó. Ez jó, chat. Ennél nincs jobb. Jó, még nem kaptam SMS-t. Ezzel nem ismernek meg. Kaptam még egy koordinátát, ahol el kellene... Az ajtókat, itt vannak a csomagtartóba. Itt vannak a csomagtartóba, értitek? Meg is tankolom az autót. De nem, most nálam van a hiba, vagy modder van? Nálam van a hiba, vagy ezt modder csinálja? Ezt mondjátok meg. Hát de ezt nézitek, most fixeltem meg. Fix kártyával. A modder van. Report. Lehet, hogy modder van akkor, nem? Hello? Hello? Megvárjuk akkor az admin. De nem tudom megfixelni is az autót, ez miattam van.
Hát nem, ez tuti modern se, tehát még micsoda is van, hát még tűz is volt. Tűz is volt, ez most a biztos az, nem? Jaj, de jó. Ez most ma az, nem? Ezt most már rá tudjuk mondani. De még nem anyázott. És megkérdezem Pedit. Hétvége van, látszik. Hello. Jó, resizünk, és akkor megnézzük, jó, hogy tényleg modderünk van-e, vagy nem. Resizünk, jó? De nem, hát így nem tűnhet el egy autó alólam, nem? És még lángoszlop is van. Nem vettem ki, jó a csomagtartóból. Az ajtókat. Megvan a konyhabútor, gyönyörű lett. Gyönyörű lett, igen. Gyönyörű lett. Jó, itt vágyat, Wolf. Szia. Hát akkor persze, hogy megvan. Mindjárt megnézzük. Mert tudjátok, múltkor is volt ilyen probléma, hogy a házunknál az autó elszállt. Minden oké, Nikivel, Dávid. Köszi szépen a kérdést. Hello, szedd alá! Ja. Figyeld a forma szervert, a legnagyobb formákat találod itt meg. Egyes, mint egy sok családban, itt egy percet csinálom, mert a srácok ma itt benn hasztani. A bokul a cyber, a pedi expedíció indul, hát cyber page. Betona meg tegla végre egyszerre, vagy itt minket a Tesla fénye. Újra itt. Na majd most kiderül, hogy modderünk van-e, mert most már... Szedd alá! Most megnézzük újra chat. Ha megint eltűnik, akkor... modderünk van. Na, hív valaki. Hello! Jaj, hát megijedek, hát több ke kiabálni. Na mi újság, hova menjek? Na, drága bisikém, figyelj, gyanázzál föl ide a hegyre, a izéhoz, a kupolához, mit szólsz hozzá? Jó, oké, indulok. Na, itt várunk, sok szeretettel. Oké, hello. Csáhó, tisab. Jó. Vagyunk csak a kupolához. Ha ez is eltűnik, akkor biztos, hogy ott el. Na. Ez amúgy jó. Na, várjátok, mert félre kattintottam. Elég rendesen. Miss click. Nyomozati mercivel meg. De nem, mert találkozunk. Most direkt nem lesz sem. Ja, hogy a... Odden nem csinál direkt semmi. Értem, hát majd kiderül. Na menjünk. Aztán! Összesen erről azt mondta, hogy jó, igen, amivel lehet közlekedni, mert volt olyan, ahogy nem tudtunk meg semmivel. Főkaptam egy kerékre, chat. Vannolták a tagos YouTube fiókom. Sanyi, mit csináltál? Normális vagy, Sanyi? Na, mit csináltál? Ezt nézzétek. A fűtés. Nyomatom, Dávid, figyelj, amúgy milyen jó vagyok. De itt főnögyek. Hú-hú! Hátulról érkezem. Figyeljetek, meg fognak lepődni. Hátulról érkezem. Tehát lehetően főfele, nem lehet tudni. Amire gyűjtünk, vágásra, konyhabútoros videó vágására. Egy profi vágóról vágatom, 9000 forintos óravérbe dolgoznak, hát lehet, hogy lesz egy 3-4 óra. De olyan, meg akarom profi vágóra vágatni.
mindent. Hello! Megérkeztem. Dicsértessék, várjál, bocsánat, Jézus hívnak. Hello? Itt Jézus? Az hogyan? Hello? Szép jó napot, uram. Timár Mihályjal beszélek. Igen, igen, én vagyok. Ki keres? Nagyon örülök, Fejes Áram vagyok. Itt állok a rendőrség előtt. Igen, és nincs senki rendőr? Nincs itt senki rendőr, pedig már kiírtam. És felvétel ügyben jöttem magukhoz. Hogy maga ilyenbe tud segíteni amúgy? Vagy nem tudom, hogy itt az applikáció kitöltötte a jelentkezést. Igen. Az a helyzet, hogy nem töltöttem ki, mert azt szeretném megkérdezni, nem tudom, maga tudja esetleg, hogy én már régebben voltam itt rendőr ebben a városban. Igen. És szeretnék jelent, akkor felmondtam én saját magamba, mert nem tetszett semmi. És most is szeretném magam megpróbáltatni. Igen, hogy igen, most igen, tetsz. Igen. Yes. Jó, azt szeretném, hogy ezt maga tudja, hogy esetleg ezt így lehet, hogy így. Vagy nem hát tudja. Ilyen, én nem intézhetem a. Három vezető van, a Guszti, a Marcel, vagy pedig az Endi, ők csinálják ezt a felvételt. Értem. Keresni. Értem. És esetleg tudja, hogy van a városban? Ezt tegeződjünk. Jó, ezt még nem tudom, hallod, mert még nem jártam bent az irodába, úgyhogy ezt nem tudom neked megmondani, mert nekem most már civil munkáim vannak most. Értem. És mikor leszel itt a rendőrségnél? Nem tudom, vagy esetleg, lehet, hogy vissza arrafele. És esetleg egy telefonszámot nem tudsz dobni Marcit, vagy valaki, aki itt mondta, Gusta? Sajnos nincs meg. Már szerintem várja még türelemmel, vagy írd ki konkrétan, hogy ezeket az embereket keresed, vagy mit tudom én, hív magadra a rendőröket, vagy bármi, és akkor tudsz többiekkel kommunikálni. Értem. Még egyszer egy nevet tudsz mondani? Marcel, Andy vagy Gusztáv? Marcel, Andy vagy Gusztáv? Andy, jó van. Ja, igen. Yes. Jó van. Jó, akkor jó van. Sok sikert. Majd még lehet, hogy csörgetem, ha úgy van, hogy nem jönnek, vagy valami. És jó. Esetleg fel tud maga is hívni, ha már jön a rendőrségre. Igen, tudom, igen, hogy maga nem tudja intézni, értem. Csak jön a rendőrségre, vagy valami, és akkor esetleg tudna a rádió nekik szólni. Jó, rendben van. Jó, majd akkor várom a hívását, ha nem jönnek visszal. Addig. Visszahal. Jó, oké. Na jöjjenek, Jézusim. Nem is látta senki. Hello. Na, itt vagyok, bocsánat. Na, áldassék a nevet, kedves Mihályom. Na, hello. Nem vagyunk ilyen jóba. Jaj, hát szeressétek már egy pást. Jó, na figyelek. Na szóval, kedves Mihályom, az elmúlt napokban én nem tudom mi történt, de próbáltuk, én úgy vélem próbáltuk mindenféleképpen valami információt átadni, de te fafejű vagy és nem akartál meghallgatni minket. Hát figyelj, tudod, hogy már elvesztetted a bizalmamat már régóta, hát nem véletlen. Jaj, most bekezdjük el, hogy ki hisz kinek, érted? Na, hát fogd már fel a lényeget, érted? Hát itt olyan információkat, tudod, olyan információkat tudok neked, mint régen. Igen? Hát ja, csak érted? Azóta sok barátod lett, ez így már nem működik, érted? Meg pénzké. Hát de... Emlékszel, amikor átvertél 100 000-re, emlékszel? Emlékszem. De nem akartad megadni. Te meg emlékszel, hogy még tartozó 200 000? Nem, azt kifizettem. Kaptam meg. Akkor azt eltette, fater. Telefonnál adott, na, Mihály. Na, adjuk ezt a vádaskodást, és akkor kezdeném jön. Itt a dolgokat. Hát ezt nem hiszem. Na, gyilkosom majd itt fölvázolja neked a dolgokat. Igen? Milyen információkat tudunk bizonyos szervezetekről. Jöttek új emberek a városban, gondolom tudsz róla? Hallottam, szóbeszédek vannak, jaj. És mit kell a szóbeszédek? Hát nem tudom, csak hogy itt elszaporodtak az ilyen, meg a bankrablók is elszaporodtak, aztán nem nagyon bírunk velük néha. Olyan gyors autóik vannak, hogy hihetetlen. Igen.
Hát, ja. Na, szóval a lényeg, hogy itt a legfőbb gond, itt vannak ezek a lilák. Igen. Hát nagyon nem vagyunk jóba velük, mert átverték az egyházat, mint mondtam múltkor is neki. Mivel verték át, vagy mire gondolsz azra, hogy átverték? Hát akartak venni tőlünk ezt-azt, aztán a végén nem akartak érte fizetni semmit. És de odaadtátok nekik a cuccokat, és akkor nem fizettek? Igen. Na, még erős. Hát de ez a ti dolgotok, nem? Jó van, ha gondolod, nem akarsz ebben segíteni, érted? Hát figyelj, hogyha van terhelő bizonyíték ellenük, hogy mivel foglalkoznak, meg minden, én csak akkor tudok bármit is csinálni. Most készítsek itt hangfelvételt, meg ilyeneket. Hát persze! Hát csak azzal tudok kezdeni valamit, érted? Akkor azt mondom, az Jézusom még neked sem mondtam, hogy már egy beépített ember fél, már pár napja a lilákra. Szép estét, Máté. Az rengeteg információt fog szolgálni. Hú, bakker, de akkor így megbukik. Elég sokat. Lesz ez. Elég sokat. Hol laknak? Hát meg volt egy ház. Na, azt tudjuk. Ja, azt tudjuk, igen. Oda el tudjuk vinni. Azt meg tudjátok nekem mutatni? Az igazság, hogy a pontos háztámot nem tudom. Hát csak a GPS-el a körzetet megmutatod aztán. Na, itt elvizet. a helikopterbe megmutatjuk. Jó. Na most elrabónak csak. Elszívott ide valaki. Kíváncsi, mert akkor tudunk nyomozni a lilák után. Azt mondja, vigyel, bekapcsolom itt rajta az izét, a navigációt, azt mondja, belebém a Saturnust, meg az Uranuszt is, a Jupiterust. Nem a Gross Hit-en voltak legutoljára? Ez itt mi? És ha minden igaz... Aha, látom. Itt ezen a környéken valahol, hogyha a sziget felé megyünk, ott bal oldalt. Most nem tudjuk, hogy ott mit csinálnak, hogy csinálják. Vagy csak izét, oda hívtak minket egyszer izért. Nem látom. Jó, rendben, köszi szépen, az itt tiszta. Oda el kell néznünk csak. De hamarosan még több lesz. Még a másik az, hogy úgy érezzük, hogy mindig mi vagyunk cseszegetve, amikor itt a bűnöldözés meg teljesen felfordult a város. Aha, aztán értem. Itt... Jó. Azt akarjátok, hogy információk cserében szálljuk le rólatok egy időre? Á, Mihály. Nekünk más kell, nem te kell lesz. Akkor? Egy PTNR, aki vagy. Nekünk a Checkminator kell. A Checkminator? Igen, olyan rendőrfőnök, nem igaz. És most érzed el, Mihály, hogy most te most igazából itt semmit nem tudsz csinálni. Szóval most azt fogod csinálni, amit én mondok, jó? Hát egyértelmű. Na, szóval akkor igen? Légy szíves akkor a Checkminator cserébe. Velünk van. Velünk van? Ez is így. Lényeg testvérem, hogy beszállsz szépen az autóba, elmegyünk egy helyre. A Checkminatornak a telefonszámát tudod? Nem tudom, sajnos. Na, de megnézem, hogy vagy a saját önöködnek visszaadnak a telefonot, megnézem, nem hiszem, hogy megvan. Befejezhetem? Valamilyen rendőrnek tudod a telefonszáma? Kollégádnak? Hát ha a telefonot visszaadod, akkor jó, oké, rendben, oké. Annyi az egész, hogy akkor én... Most elmegyünk egy helyre, jó? Most nem akarok most itt megkötőzgetni, meg ilyenek, jó? Jó, persze, megyünk. Elmegyünk egy helyre. És Checkminator, tehát te csak akkor menekülhetsz meg, hogy a Checkminator... Átadod nekünk. Ellenkező esetben... Ellenkező esetben meg kapod a Calvin Klein-t, ott van bent a izébe a csomagtartóban. Ajja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 j
helikopterrel mész, jó? Jó, rendben. Légy szíves, Feri. Mész velünk. Ebbé baj lesz csak. De a Checkminator fönn sincs, nem? Fönn sincs a Checkminator, nem? Vagy, na mondjuk nem voltam rádión. 40-en vagyunk, fönn 8 rendőr. Kiengézem. Andy nagyon jó, van. Csak nem tudok beszállni. Andy van csak fönt, meg Guszti. Na, mi áll, mielőtt még itt hülyeségekre gondolnál, hallod? Nem szeretném, hogyha botkornányod belepiszkálnál, jó? Vagy fegyvert tartanál a fejemet? Jó, persze, nem akarok én meghalni. Hát pontosan ezt akartam neked elmagyarázni, árnyaltam, hogy mindenki meghal, hogyha itt okoskodsz. Jó, de fáj, megint hallod, ez a gyilkos csáv, ez mindig fenyeget engem. Hát ő ilyen, tudod. Yeah. Ennyi. Szia. Ő ilyen. Egy házunk kökle, templomos lovagunk, tudod. Jó, de lehet, hogy rosszat akar neked szerintem amúgy.
Szerintem egy ellened van igazából. Mondta nekem Mutko, hogy meg fog ölni téged és elveszi a hatalmadat meg a templomodat. Lehet, lehet. Az imént ölte meg két egyháztagot. Tényleg? Igen. Kijelöltem, hova kell menni. Erre kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből csend. Sziasztok, szép estét. Vagy az LTR-győs ugrást újra kellene csinálni, csak ne nyomjunk el. Hallunk. Hát én vezettek, az a baj. Hát igen, ott kezdődnek a problémák. Igen, valakisra óriási lesz, hogy megsúgna a videó. Nagyon-nagyon durva lesz. Nagyon-nagyon durva lesz is. A megváltó útján megyünk. És mikor váltok meg a világot? Nem erre van, amúgy. Krisztus. Mikor váltam meg a világot? Hát már megváltottam, látod, a félvárosod annyit. Rossz fele megyünk. Jézus, azt mondják, rossz fele mész, nem hallod? Jézus! Jézus! Na, csak mi van? Azt mondják, hogy rossz fele mész! Nem hallasz? Jó fele megyek. Jó, ja, fele most megyek. Ha irányba vagyunk, mindjárt irányba vagyunk. Chat, újra mit, ha valaki feliratkozik, akkor azon az oldalon fogja kiírni, vagy bármi kolétel, vagy bármi tag lesz, kiírja. Nem ugrok a vízbe. Nem. Az ilyen magasról vízbe is meghal az ember, nem? Hát mi nem arra fele megyünk, mi kifele megyünk. Aftópálya fölött megyek, nyugalom. Úrra, a főnök, nem nyírnak ki. Nem, elcserélnek az egyik főnökre. De a főnök úgyis trükközik. Nem laggol Imre. Nem gondolod, hogy a város fogok fölött repkedni. Akkor miért pont a Checkminator? Más vezető nem jó nektek? Ki a legnagyobb góré köztetek? Hát a Checkminator. Hát nekünk mindig az kell. Mindig az kell, aki a legnagyobb. De mit akartok vele? Meg akarjátok ölni? Mert akkor az nem jó. Ránk tartozik, mint akarunk. Köszi Noel a 4 hónapot! Ki fog érni? Ja, nem fogok mindent elmondani, Visi. Itt most annyiból jössz. Annyiból jössz. Jó, hogy nem állsz. Ki kell írnia. Remélem működik az a lehet. Látod, mi legalább nem vagyunk olyanok, mint te. Jó, ja, már meg is érteget. Hát most ez az igazság. Jó, no, no, igaz. De tudjátok, hogy ezt nem húzhatjátok meg élve. Jöhettek mindenki. Hello. Ja, rádiót nem vették el, nem? Hát nézd, fiáj, nem mondom vagyok, amíg a lépszám a mi oldalunkon áll, addig sokat nem tehettek ellen. Ja, hát itt nem a mennyiség számít, azt szokták mondani. Na igen, és látod, náluk meg van mindegy. Először is a mennyiség, aztán pedig a minőség. Gondolom észrevettétek itt a napokban, kedves kisikém, hogy azért a város elég fehérbe borult. Hát igen, hallod, nem, nagyon sokan lettetek hirtelen, ez durva. De hogy lett ennyi híved, Jézus? Nem értem, hogy mi az, ami miatt téged követnek. Mert hát mindenki az igazság. Az igazság? Hát papírja van róla, hogy bolond. Nekem is lehet róla, nem vagyok az. Ja, szóval ezek mind vádok. De hát én láttam papírját, hát azért engedtük ki Mutko is a rendőrségtől. Túl naív vagy, Mihály? Állapítok, ja, tényleg, tegnap. Mindenki tudja, hogy az egyházat kell követni, drága is. Hát, ja. A rendőrségnek is azt kéne, nem pedig üldöz. Köszi Krisztának, köszi. Kedvesek vagyok. Jó. Most mi fog történni? Mindjárt megjönnek a többiek. Te bemegyünk? Hát beismertünk, ha gondolod. Itt is maradhatunk, én biztonságosabbnak érzem. Bemegyünk. Jaj, hát nem kell félni, Visi. Hát nem, csak nem azt mondtad, hogy kinyírtok, ha nem jön ide az egyik főnök. Hát te de látod, itt vannak opciók, mert nálad nem nagyon vannak opciók, az a baj. Jó, és akkor hogy szóljak nekik? Hogy bajba vagyok, és hogy az egyik főnök így cserétek? Na mindjárt megérkezik a Jukos Bátos, és akkor majd mondja. Ja, mi a főnök? Hát nézd, mondom, ő egyház ökle. Köszi, Karesz! Ő szervezi itt a keresztes hadjáratokat. Meg a kedves szavakat, köszönöm.
Nem tudom, hogy ilyenkor az üzenetet is kiírja, vagy csak majd a 7 hónapot. Jó van. Na, gyertek, megyünk be, gyere Misi. Jó sokan vannak. Hello, hello. Egy UFO is van. UFO-ka. Necces lesz. Jut eszembe, kedves Mihály, kerted tiszta fölvarásba? Tessék? Kerted tiszta felvarásba? Mi? Mondom, a kerted tiszta-e? Felvarásba? Ja, tiszta! Tiszta, tiszta! Felkészítetted-e a télire, tudod? Fel, tiszta a kertet. Azt mondják itt a hírek, hogy nagy kertész vagy. Rendőrszirénát hallok. Ezt nem tudom, hogy miért. Én rádió, de a telefonomat eltudom, nem rádióztam. Vigyá egy kicsit feldobod a kezédet, légy szíves. Ej, Mihály, mi ez? Hát de nem! Mondjuk bekapcsoltam a GPS-t. Jó. Megnézik. Itt elveszem a fegyveredet, kiszorom belőle a lőszert, és a lőszeredet is elveszem. Ne, gyertek vissza. A GPS-edet kikapcsolom. Bejebb kéne menni, bejebb kéne menni. Ja, bejebb kéne, gyere van egy kis. Gyertek bejebb. Kapcsoltam a GPS-edet. Nem, mindenki. Jó, mehetünk. Jó. Ennyi mi áll. Pillanat, ne ijedj meg, jó? De... Nem használom a fegyveremet így. Ott áll a GPS. Meg fogom szépen felkapom, hogy az ölet. Persze, hogy felkaptam. De... Hát, jó, akkor de úgy nem szóltam lépcsőn. Semmit, de leesett nekik? Hogy bajba vagyok? Jó, de a fegyveremet elvett. Hány rendőr van? 8? Meg fogom, ledobom az ölet. Jaj! Mit lihek? Nem vagyok ilyen nehéz! Megint bajba vagyunk. Na, de kíváncsi vagyok amúgy, szerintetek ki nyer? Nem erről volt szó, Jézus, már megint. Hát de megint látom, átverték. A rendőrök, de nem én hívtam őket, tehát végig ott voltam veled a kupolánál. És nem is rádióztam meg semmi. Fordulj meg, elengedlek. Van egy embered, aki szerintem rám akarja hárítani a felelősséget, az ő hívja ki a rendőröket. Ha azt mondod, jelen nem dolgoznak itt a saját embereim. Hát figyelj, most ennyi emberi nem lehet kideríteni, hogy melyik az az áruló, érted? Köszi. Lehet többet tudsz, mint én. Lehet, hallod. Na de és most mi lesz? Hát nem tudom, gyilkos akart itt veled beszélgetni igazából. Van nektek valami elvaratlan szállatok? Valami problémátok egymás? Várjatok. Figyelj, Misikém, adatom meg a telefont, jó? Igen. Szétszős, adjál meg nekem egy rendőrtelefonszámot, rendben. Jó, ha van benne, akkor meg fogom adni. Rendben, figyelj csak, testvérem. Igen. Folyamatosan nézem a telefonodat. Nézheted. Nézem ezt a szar iPhone-t. Várjál, játék véletlen a Flappy Bird-re bentem rá. S23 Ultra, S23 Ultra, Mihály. Csak ennyit mondtam. Jé, na, olvasom. Döbrögi Kár Kft. EMS. Jézus. Leila. Mechanik. Polícia, PJ. Ki az a PJ? Nem tudom. Ki az a Leida? Nem tudom. Egy hölgy. Találkozta vele múltkor. Ennyi van az benne. Igen. Feleséget tud róla? Ja. Nem úgy találkoztam vele, csak persze, ja, hagyjuk van. Na ennyi. Hát figyelj, én legegyszerűbben, hát ki kéne írni a falra, akkor nekem telefonon. Kírom, várja. Írom én, jó? Tedd el ezt a telefont, inkább adnátok. Jó. Szép napot, humán, az a három felület, amely fegyveresek, itt vagyunk el. Ez nem is én vagyok! Az ma itt vannak, X fölöttünk. Azért hívd te, idióta, ezt te írtad. Szia, Krisztián! Van egy SMS-em tőled, hogy te idiótáztál. Nem úgy idióta. Na de csett, halljátok, valaki más értesített a rendőröket, nem én. Légy szíves, srácok, írjatok meg ki, hogy most... a Mihály nálunk van. És Miriam. Adjanak egy telefonszámot, ahol tudunk tárgyalni. Mi nem rádió? Rendőrrel. Nem rádiózok, jó? Jó. Hát azt mindenki hallja, yes. Oké? Okay? Na. Azért a kiskapukat azért nézzük át, Mihály, jó? Jó, gyerek vagy meg minden, ilyen nadrágban nem járkálnék. Jó volt. Na jó, ne sírjál. Hurka, átvertél?
Nem, ő ki? Hát én mondtam. Hát az velem telefonáltam. De miért vertünk át? Te beharagudj Mihály, hát életben vagy, de? Hát igen, de arra nem volt szó, csak akkor hagytok életben idejön egy rendőrfőnök. Hát ezt mondom neked, hogy neked van opciót, de nekünk sosincsen. Jó, ez érdekes, Csett. Érdekes lesz. Szerintetek ki nyer máma? Nagyon sokan vannak, 2, 4, 6, 10-en vannak. Hogy állnak itt a nyomozások itt az őrsön? Ki után nyomoztok éppen? Tudod, a legnagyobb problémám, hogy valamelyik elvettem őt, tehát Mutko elásott egy ládát a kertembe, és bugyi volt benne, érted? Egy női tanga, és kakis volt. Értem én, Mihály, értem én. De az nem lehet, hogy ez a te féltised? Szücsi, itt vannak. Nem az enyém. Ja, meg volt benne szemét, meg ilyenek. Mihály, figyelj csak. Igen? Adok neked pénzt, egy feltételé. Igen, kéz nélküli? Hogyha... Mi? Ennek van kezem, igaz? Igen. Van. Na. Van. Adok neked 2000 forintot, hogyha felismered a zenét, jó? Hát nekem nem... Jajjaj, de rosszul vagyok. Azt mocskos kurveget. Na. Figyelj. Hallotta a zenét, ennyire szar. Na. De figyelj, nekem nem kell pénz. Hát akkor miért nem? Ha felismered a zenét, elengedsz. Jó, oké. Jó. Na, kettőt fogok énekelni, jó? Korrekt, kettőt. De hogyha másikat nem tudod, akkor nem engedni kell, jó? Rendben. Na figyelj. Csak segíts. Csak tapadnak a jobb, ne jobb. Szőke, barna, fullos csajok. Mindegyikük botrányos. Na ez melyik? Hát ez Valmar, ez egyértelmű Valmar. Nagyon jó. Hát és már a másik. Az kicsit nehezebb. Igen. De és a másik szene az pedig... Keren sávó, na ledró, te kell lelopulóró. Oj na 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 na. Ez mit jött? Jakuló szélopuló, kajó sávó szondákó. Oj da 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 da. Duj, duj, desu, duj, csumi, dáló, andáló. Oj, na 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 na. Figyelj, Mihály, neked! Adó, gyere! Jakuló, szélo, puló, tájó, sávó, szondákó. Oj, na 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 na. Na, ennek mi a címe? 5 másodperc, 5. Rendben, ez egy roma származáshoz, duj, duj! 2. Duj, duj! 1. Kelen, sávó! Nem, nem, nem. Géza, horvát! Nem, vége van. Tudom. Jó, de kis grófú amúgy. Nem van. Elmondom neked párnugrász, jó? Micsoda? Párnugrász. 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 Így van, já, de jól mondtam, még egyszer mondd csak. Párnugrász. Hangosabban. Párnugrász. És az kik? Párnugrász, egy... Nem na, tudom. Zenekar. Na az, ja. Á, én mondtam hamarabb, szóval Párnogrász. Hát ennyi. Jó, majd meghallgatom este, ha túlélem ezt a helyet. Na, jelentkeztek a rendőrök? Na. Akkor rádiózzak? Jó. Ja, micsoda? Rádiózzak? Igen. Hogy? Mondd nekik, hogy jöjjenek fel az... 5600-ra, jó? 5600. Tisztelt kollégák, itt Tímár Mihály. Rabul ejtettek ezek, most a mesterséges intelligencia beszél. Az 5606 rádión várják önöket, köszönöm szépen. Figyelj már ide! Nem válaszoltak, fölmentetek? Igen, fenn vagyok, és véget a rádiózva le, jó? 5606? 56. 56-osra jöjjön. 56-os. Mi? Bocsánat. Sima 56? Igen, mert a 0-0-at aztán... Kérek, sima 56-os rádió várja az elkövetők önöket, mert meg fognak ölni. Ajj, nem fogjuk bántani, Mihály. Jaj, istenem a gyomrom, ha. Na, egy nehéz nap után ez jó. 56-os, azt mondtam. Igen, 56-os, igen. Mindjárt megvan. Mint a forradalom. Hello, Frod. Halló, rádió. Nekem se szóltak amúgy. Semmit be a rádióba. Tényleg? Hát lehet, hogy már lebontad magáról, Mihály. Jó.
Na, nagyon jó. Itt van rendben. Tiszteletem, tiszteletem. Na, így gyilkos. Jó, jó, tárgyal. Az a helyzet. Az a baj, nem lett. Itt nem jó. Elkaptuk a témát. És a csökminátot szeretnénk helyette. Különben meghal a Mihály. Csekminátor, úgy hívják a csávót. Ne csatlakozzat. Igen. Miért nincs köze? Nem tudom. A többiek látják, azt mondták. Lett egy új tagunk, de nem jelzik a chat. A bannolban van feloldom. Azt mondják, hogy nem tudja ki az a csekminátor. Pillanat. Valamilyen Marcel. Valamilyen Marcel. Milyen Marcel? Mihály. Milyen Marcel? Cserék. Micsoda? Milyen Marcel? Vég Marcel. Így van. Ki mondta a bika? Micsoda? Ki mondta a bika? Így van. Jó, így van. Így a neve, ez a neve. Hát pedig létezik csak Minátor nevű ember, ez valami Beci neve. De és valami Marcinak hívják. Nem tudom, mi lesz ennek a vége. Nem tudom, ki jött fel rádióra, de ez komoly csávó lehet. Marcelnek hívják. Mondjad, hogy a főnök. Erre voltak, jaj. De kíváncsiak, hogy ebből mi lesz. Rendben pillanat. Azt mondják, hogy nincsen egy darab Marcel kollega se a városba. Hát akkor lehet alszik. Akkor keressenek más. Igen. Ki a következő? Ki a következő? A rangsorba. Van egy nagyon durva csávó, de... Ki? Az én vagyok. Igen, de a rendvédelemnél ő a legdurvább amúgy. Három lábnak szokták becézni, nem tudom, hogy miért. Nagyon durva a csávó, és nagyon mély hangja van. Love Andy, ez a neve. Valami Love Andy-ről beszélget, ugye ez ismerősebb magának? Love Andy, így hívják. Valaki Andy. Nem mondja rádióban. Love Andy. Love Andy. Tetszik a hülyét amúgy. Én nem tudom, mert Mihály itt a mi SCS-ről beszélget, meg olyanról, hogy megcsókolná annak a Love Andy-nek a fejét, meg ilyenek, szóval nem tudom most kire beszél. A kopasz fejét. A kopasz fejét, pontosítsuk elnézést. Volt pár szab, GIF nem volt Wolf, de szab volt. Vagyis aki már több hónapja szab. Szab GIF nem tudom, hogy lesz-e ma ezt, ugyanis sose tudom, köszönöm aki hoz, de ezt nem tudom előre sajnos. Igen. Amihály ilyen mesterséges intelligencia. Ő baszok tudja. Mondtad, Mihály? Igen. Love Andy. Rácsöszünk, mert... Hoppá. Aha, tényleg basszus, na. Pillanat. Figyeljetek már, hát most például ilyen mesterséges intelligenciába beszél. És a robot? Akkor szétvág mindenkit. Olyan, mint a Terminátor, a gépek lázadása. Nem? Nézzük bele a fejébe, mit szóltok? Nézzük már bele, hogy van kés? Van benne, vagy angyalő? Na, nézzük akkor meg. Na? Ne. Nézzük meg. Lövök egyet. Ne. Szétlocsol az agyam. Ne. Na ha. Kérjé, bocsánat. Megbizonyítottuk róla, hogy ez egy ilyen ember, Mihály. Egy originál, pontosítva, bocsánat. Human Labs, gyilkos Batosi, egy sutyó. Kedves Mihály, de vagy éhes? Éhes, de van nálam egy fánk. Ehetek? Ó, csak nem csak kis fánk. Sima fánk. Igen, sima fánk. Őszibarackos. Őszibarackos. Hallják meg azt. Azt látom minden, hogy a rendőrök a fánkot eszik, de miért eszik a fánkot? Nem tudom, hát minden sarkon fánkozó van és megállunk ott mindig, tudod? Hát de azt nézem, te nem is vagy olyan izét, olyan várjál, de nagyon menjünk ki azért. Nem is vagy olyan érzett. Jézus, hazudtatok nekem Hurival. Ó,
Húha, húha, itt van a Mihály is, elnézést. Jó, szeretnék egy kis rádió csöndet kérni, ne haragudj. Képzeld el, tudod mit olvastam? Humanon belül ennyi. A gyilkos bátor siet sútyú. Ide valaki írta. Aztán a bembered ide felírta. Ide. Hogy? A gyilkos bátor siet sútyú. De én nem tudom miért írta ide. Én nem. Micsoda? Oda van írva. Látjátok? Most Bátosi egy sutyó. Ki ezt az ajtóba? Elején bírta fel, hát itt voltam. Igen, hát itt volt az ajtóba, szedni, jajjá. Mihály, nem adod nekem kevésen a szemüveget? De, leveszem. Kösz, kösz. Na Mihály, most akkor földobod a társaidat, vagy sem? Hát de most mi? Hát én mit csináljak most? Hát küldjenek be valakit, aztán mentsenek meg. Na jó, hanyadik ember vagy te ott a idéromaiságon? Én a negyedik. A negyedik. Tehát igen. Hárman állnak fölötte. Így nem? Van. A Vég Marcel. Alias Jack Minátor, igaz? Igen. Mihály. Andy. Igen. Andy. Annyi az egész, hogy most kértem kettő darab fánkot érted és elengedünk, jó? Tényleg? Igen. Meg egy Guszti. Meg egy Guszti. Úgy van. És én vagyok a negyedik. Egy guminőt kaphatunk a Mihályért. Igen, igen. Gusztávó. Gusztávó. Tergenye Gusztávó. Még meleg? Yes. Ő még itt van a rómaiságon? Pillanat. Gondolom én itt van még, már rég találkoztam vele, nem akkor dolgozok, amikor ő, de szerintem igen, itt van. Jó van, tehát ők vannak hárman fölötted, vagy így van, te így vagy van. A negyedik. Értem. Guszti, Marcel és Andy. Így van, így van. Ezt gyorsan elhitted. Miért, nem igaz? De, teljesen. Na azért. Tényleg na szóval, és egyiknek se tudod a telefonszám. Nem, komolyan úgy mondom, sem. Hogy direkt nem. 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 Na szóval. Mi rádiózunk, igen? Jézus. Igen. Akivel most tárgyalok, azt ott mondta, hogy van 5 darab pizza, ami éppen most jött ki a kemencéből. Hozzunk kicsit. Ja, értem. Szóval mit szólnál hozzá, hogyha megtömnénk egy kis vendődet egy 5 darab pizzával. És aztán elmennénk és keresnénk valaki mást. Tudod, hogy kit. Értem, értem. Na rendben. Ti akartatok mindenáron tímát itt izé megzárni. Én csak az információt szerettem volna kiállt fölöttre. De mivel nem volt itt a Vég Marcel nevezetű ember, ez egy sajnos. De ez mi a rendőrség már, hogy se Vég Marcel, se Andy, se Guszti? Mi? Akkor most ti már te vagy itt a legnagyobb koponya. Hát igen, én parancsolok. Itt a téma, Mihály azt mondja, hogy ő parancsol. De rögtön volt! De baj, én rendben körülök, hogy még kettő fákot is kapunk érte. Hogy főkapott? Rendben, adok neki egy rádió. Lépj fel az 56-osra, jó? 56-osra. Szóval kérdezni, Mihály, hallod? Igen, mit mondjak? Mondd azt, hogy szia, szerelmes vagyok, Batosiba. Nem mondom. De, akkor mondd azt, hogy szia. Jó. Szia. Na most lépj a rádióba. Mihály, jönöd? Mondd neki, hogy igen, te vagy. Igen, én vagyok. Nem mondom, főnök, mit akar, mit csináljuk? Válaszoltok? A pillanatban itt vagyunk az épület előtt. Igen, tudomásomra jutott, és nagyon ezek egy elmebeteg állatok, és meg akarnak engem ölni. Marcelt követelték, hogy ő jöjjön be, és akkor kiengednek, de hát ugye nincs itt a városba, úgyhogy most padhelyzet alakult ki. Egyelőre az életét képzelje el, már úgy néz, hogy 5 darab pizza szeletni sikerült lecserélni, mert nem kaptunk tényleges választ. Úgy, de meg. Ennyit ér az életed, hogy 5 darab pizza szeletni. Hát de behozzak, azt elmegyek, hát most ez mi? Hát hát az... Szerinted ez ilyen egyszerű poszta. Nem akarnak alkudozni, uram. De te most miért rádiózol? Ja, nem engedtétek? Rendben, várj. Jó, fegyvert tartok a fejedhez. Jó, bocsánat, csak azt nem rádiózhatok. De te most miért rádiózol? Elnézést, bocsánat, miért csak egy nehéz nap után azért jót egy kicsit nevetni, elnézést. Ám a hosszú napon volt, fáradt vagyok, de nem panaszkodni jöttem. Akkor mi legyen? Hogy tudok innen élve kijutni? És hogy titeket is elengedjünk. Hát... Micsoda, mit mondtál? Várjál, mit mondtál? Minket is elengedtek? Hát körbe van véve az egész épület. Most hát mondták rádióban. És? Jó, persze, én gondoltam. Mi az, hogy ez?
Hányan vagy? Kárból kire van ezt fenyegetőzik, elnézést kérek. Ma van Survivor, nézzük mi is, igen. Azt ott mondta, hogy az ötdöbb pizza szemet. Mihály, mikor lesz a rematch? Lófasz. Milyen meccs? Szép szóval. Milyen meccs? Deed meccs? Másik dolog, amit mondott, hogyha ő innen kimegy, akkor maguk úgy mondani. Én milyen viszont? 1-0 ide. Milyen 1-0? Mihály, szerintem rossz kapura játszik. Annyit tudok magának mondani, visszább hátrálunk az egységekkel. Egyetlen egy kolléga, mondjuk maradok él itt. Most elkapjuk őket utána, nem? Utána vadásszuk le őket. Ha kijutott. Szabad eltávozást. Nem, nem gondolkoztam már itt az egyházat, nem akarsz közénk tartok? Nem, ezt a mágában sincs hazug emberekhez. A több kollégám kimegy addig a sorompón kívülre. Gondolj csak bele. A két testvér. Együtt uralhatnánk a galaxis. Nem. Ja, te ezt a filmet... Apám, ha visszatér, jó. Akkor úgyis el foglak távolítani téged. Hát itt a fenyegetőző. Helikopterrel is itt vannak a helyzetben. Tényleg, drága jó faterunk is eltűnt. Máshogy nem tudják garantálni nekem azt, hogy a nagy fater se látta még a hivatalban, pedig azt mondják, hogy ő itt a izé. Bógármester. Őt se láttam a hivatalban. Pedig vele is ott szeretnék egy kicsit beszélgetni, és kedvezményt kialakulni, tudod? Hogyha egy halott Mihályt, akkor egyháznak ajánlani. Támogassa az egyházat. Az a baj, kárma, ezt elmondom, akkor behatolnak, igen, de engem meg megölnek. Engem fejbe lőnek. És vár, van itt még egy csávó, egy régi csávó, aki most tért vissza. Patyi Gézát ismered? Ne idegesíts, persze, hogy ismerem. Azt mondják, valamelyik nap volt itt a városban, Patyi Géza. Őt is szeretnénk asszimilálni az egyházat. Ebben heten vagyunk. Ó, remélem nem csatlakozik. Majd kiderül. A tégla, tudja. Még nem találkoztunk vele, de szeretnénk mindenféle. Ha esetleg találkoznál vele, mondd meg, hogy Jézus minden áron keresi. Szeretnénk asszimilálni az egyházba. Rendben. Ha nekünk dolgoz. Hogy érzed magát mámat így már ezen a csoda szép napon? Nagyon rosszul, mert megint átvertetek. Ilyen ez az beszerek. Nem vertünk át. Csak beszélni. Nincs Bertusz. Az az igazság, Mihály, hogy te már olyan személyiség vagy itt a városban, akivel nem lehet csak úgy privátban beszélgetni, tudod? Igen. Hát jó, de látod, hogy rögtön jöttek, de tudom bizonyítani, hogy nem én voltam az, aki kihívta most a rendőröket. Megnézed a telefonomat? Kobér telefonáltam, majdnem, mikor jöttél? Egy csomó időt. Megnézitek a telefonomat? Tudom igazolni, hogy nem én hívtam ki a rendőröket. Ki hívta ki a rendőröket? Megmutathatom a telefonomat? Megnézed? Az, arra kíváncsi leszek. Jó, figyeljetek, előveszem itt a telefonot, nézze mindenki. Árja. Jó, ott az SMS, megnyitom. Kapott a rendőrség egy SMS-t, ott van. Szép napot, humán lebzve három fehér autó ment fegyveresekkel. Itt vagyunk, elbújtunk. Ez egy bejelentés volt a rendőrség számára, és azért jöttek ide ki. Tudom, kik voltak, Dick. Azok tudom, kik voltak. Igen. Nem én hívtam őket, hanem ez egy bejelentésre jöttek ide a rendőrök. És kitette be a bejelentést? Nem azt tudom. A telefonszámot a sejtőt. Jaj, nem. Én azt ez ilyen központi kitették. Dolog. Jaj, de rosszul vagyok. Már... Jó, meglököm az új ember. Ez egy központi dolog. Ez ilyen hazugság volt. Jó, az egységek addig van, hogy jönnek. Nem tudom, de rosszul vagyok. Adjatom már valami, locsolja le valaki valami vízzel. Nem tudom megnézni, mert egy helyre érkeznek be a rendőrséghez. Várja, lelocsolom, várja. Lelocsoljuk. Ja, gyere. Megyek. Így né, fiii. Mit te le akar? Jaj. Gyere már, mert nem írok el, bíztok. Elkapjalak, vigyelek, látom. Nem tudom mi van. Aj, de rosszul vagyok, lehet, hogy... Felveszem. Szia, Krisz! Mi történik? Játsz a fejét, dehogy is! Nem nyomok semmit. Tényleg nem nyomok. Figyeljetek. Semmit nem nyomok. Jani. Akkor hozzad. Lehet, hogy megint a modderünk. A modder tud ilyet... Nem tudom. Tud ilyet csinálni. Én most vagyunk mi? Jó, oké. Tedd le. Ne hozz tovább. Mihály, jó? Jó vagyok, megállni. Jó. Ki jobb állni? Mihály, figyelj már, itt van Gusztika. Guszti? Igen, látom. Ja, Mihály, légy szíves, elmagyaráznád Gusztikának, hogy sikerült téged elkapni? Igen. Guszti, az a helyzet, hogy úgy kaptak el engem, hogy információt akartak átadni a lilákról nekem ezek az emberek. Csak aztán terv változott. Ugye a nyomozati tevékenységem alapján azt akarták, hogy szálljuk le róluk cserébe, elmondanak mindent a lilákról. De sajnos ez nem így jött össze.
Hát de most miért kellett azért elrabolni a Mihályt? Ez egy egyszerű üzlet alkult. Szóval, hát az ott a ter. Hát az ott a ter. Marcelt akarják valamiért. A Marcel fontosabb örök, mint a Lilák? Micsoda? Marcel fontosabb maguknak, mint a Lilák? Aha, hát figyelj! Figyelj, Kopasz Gusztáv! Kopasz Gusztáv, de az Eddi az! Lilák közül 5-öt szedtem. És voltak 9-en. Tehát igazából egymagam elég voltam a Lilákkal szemben. Van le kell szóval gyakorlatilag egy Marcel többet ér, mint 5 darab Lilák. Nem. Egy Marcel többet ér, mint az egész Lila. Az igen, nem Marcelnek örülök. Ez bók. Hát, hiába bók, mert az a helyzet, most a Marcra kitűztem a fejére 20 millió forintot. Ossza! Hát de akkor lehet, ezért nincs a városban, Martiga. Én nem tudom, hogy nincs a városban. Én nem, minden rendben van. Igen, minden rendben van, hogy minden rendben van. Szia, Robi. Igen. Most elfegyem volt, tartottam. Hát, mindegy. Hogy a Marcika, hogy 9 darab világ kapott el, és ugye a Marcika mi? Kell. Ne. Dehogy. Meg mindenkit meg. Jó, figyeljenek, hogy akarnak elmenni a helyszínről? Elég könnyen, maguk ketten itt maradnak. Mm-hmm. Mi pedig autóbelünk is elhajtunk. Jó, legyen így. Igen, tudom, tesi, azt néztem, hogy mit történt veled. Jó, a kollégák azok szabadatot fognak önöknek adni, úgyhogy tudnak menni. Jaj, viszont kicsit, Mihály elgondolkodott. Ahogy láttam. Mit gondolkozol, Mihály? Hát, gondolkozok, hogy mit fog csinálni majd műszak után, hogyha túlélem. Hát, ha túlélem. Martella bulizik egyet. Igen. De milyen Marci? Itt van a városban? Hát, most még nincs. Most még nincs, majd ha megérkezik. Akkor majd mondom, hogy kerestétek. Kedves Mihály, ha viszem a bizonyítékokat itt a nagy dolgokra való tekintettel egy-két hurkát is fogok magolni majd, jó? Aztán... Rendben. Majd állom, hogy így alakult. Béres hurka. Jó van hurka. Ezt nem bocsátom meg neked, Huresz. Hát jó, ez 200 ezer forint és akkor egál, jó? Azt mondom. Elfelejtettem tényleg. Ez mond, Dercsi. Mi van? Jó van, Mihály. Adjunk egy aspirin. Nem vagyok jól, rosszul vagyok, menjünk. Aspirin dilagit kell. Jó, akkor én félreértettem, azt hittem, hogy megyünk. De miért mész el? Jó, hát azt mondtad, hogy mi megyünk el. Mi? Igen, nem ti. Jó! Pepel a húhába. Nagyon sokan vannak, Cset. Nagyon-nagyon sokan vannak. 2, 4, 6, 8, 10-en vannak. Nagyon sokan. Mindenki autóba, rádiózzátok már be, jó? Mindenki autóba. Mindenki beszállás. De nem te. Te hülye vagy? De te semmit nem mondtad. Én nem értem. Te tényleg ennyire hülye vagy? De ki mindenki mondtad? Minden rendben van. Mihályékot mindjárt elengedjük, jó? Meg a kopasz barát. A lovén. Mihály, átvágott, halljátok? Még nincsen amúgy a bejáratnál ide. Micsoda? Kivágott el? A Mihály, átvágott. Tudják, hogy Gusztáv vagyok, már kérdeztem meg egyet. Tudják. Aha. Na, hát a kopasz Gusztáv. Nincs semmi felettesed meg ilyenek. Hát teljesen milyenek nézel? Mindenben van a radió. Hívja a legtelje. Hallod? Gusztáv annyira szereti magától, le is tagadja. Nem vállalja föl. Mihály azt mondta, hogy ő a vezető, nem valakinek. Igen, de hogy nincsenek itt, meg ilyeneket mondod. Csak azt mondtad, hogy a Marci nincs itt. Marci keresték, arra mondta, hogy a Marci nincs itt. Jézus, nem kell nekem az Endi-ra Gusztáv. Miért nem? Csak a Marci kell? Csak a Marci. Csak a Marci kell. Valamiért nem jól van az ő ember itt. Figyelj, ígyunk egy kávét. Jézus, mit szólsz hozzá? Köszönöm szépen a kávét. Így meg. Mondtam, hogy a pizzához jól jön az a kávé, látja? Igen. Gusztáv úr. Autó, jó? Van lerakva a szegezsgálat, most szóljon. Csak eltűnt alulunk egy autó. Bocsánat, nem hallottam. Van lerakva bejárat a szegezsgálat? Hogyha mennek kifelé a jobb oldalra, igen, de majd azt felszedem, hogyha indulunk, az nem volt. Csak addig még, amíg vagy tartottak párdilás, addig a kollégák kint várnak a soromban, ezt ugye mondtam is önöknek. És ha kifele megyünk jobbra, vagy ha befele jövünk? Egyetlen egy csalompóban van már csak lerakva, ez fel is szeretve. Hoppá! Van a kép! Segítség! Jaj! Mi volt? Az... Segítség! Megfögöttek!
gyere ide, Jézus a velódon. Meglincseltem. Ez ki volt? Még itt beszélgettem. Timar. Ez ki volt? Mihály, meg akarsz valami még most? Mihály. De most ez is komoly, tehát hogy... Nyugalom, nyugalom, nyugalom. Mi történt? Haradjon Jézusok szabad. Mindig összeesek. De ez hogy történt? Ez pedig csak a szemedbe néztem. De alávaló Mihály, hallod? Hát hogy merted megérinteni a... Volt egy jobb adás. Ezért? De miért esek össze ez se te? Úgy van. Ennyi tartásod van, látod? Nincs tartásod, ennyi tartásod. Bakker, azért mert rosszul vagy. Itt vannak a tettők, a kollégáik, amúgy. Hát de mondtuk, hogy mindenséget te Mihály. Figyú Timár, meg lehetett éríteni itt a húrfiáját. Gusztáv rendőr. Miért vannak a tetőrendőrök? Egyelőre még miért vagyunk itt bent? Igazából nem tudják, hogy mi történik már lassan ide bent. Hát jó, akkor menjenek vissza szépen a helyre. Hogy jövő! A tetőrendőr egységeket kérem, hogy menjenek ki a sorokhoz. Ki miak szétnézett, jó? Nekik itt van a sorompónál. Azt mondják, hogy senki nincs. Ezek a bejelentők lehetnek, akik itt vannak. Jaj, Bátos, neked is megmutattam az SMS-t, megengeded? És ez ugye egészséges. Igen, Patosi Ricsit. Ja, tudom bizonyítani, hogy nem én hívtam ki a rendőröket, hanem egy bejelentésre jöttek ki, és vannak itt mások is az épület körül. Igen, ezt azért furcsa. És valószínűleg azok lehettek itt fölöttünk. Pontosan az elején ezért nem tudtuk, hogy maguk vannak-e így benne. Igen, mert jelen két bejelentésre jöttünk ide, ki azt sem tudtuk, hogy maguk vannak a hománban. Ez elég érdekes. Volt, mennyi azt két darab ember, aki kihív minket ide a helyszínre. Így van, az benne van az én telefonomban is. 91%-on van, jó? Hát jó, de látja Mihályát, akkor erről beszélünk, hogy ne csak minket izélje a kergessen itt, mert hát itt feddál a városba, feddál a feje tetején vittél. Hát igen, elég durva dolgok történnek mostanában. Hát jó, de ennek a legegyszerűbb tisztatási módja nem az, hogyha elrabolják. Autóba, és elhagyjuk a helyszínt. Jó, rendben, jó, csak beszálltunk a Toyotába, és eltudtalunk. Tehát pillanat, hogy érek, csak még mert esetleg jövőd elene, a szegest felszeretem velük, jó? Szóval, hogy mindjárt. Jó, sorok voltam meg a kollégák. Alulunk is eltűnt az autó. Sőket, hogy egyre kérdések felvenni, és álljanak oldalra. Nagyon sokan vannak érzések, nem is tudom, hogy mit tudunk csinálni ellenük amúgy. Jó, szóljanak, amint a szegest fel van szedve. Mihály. Igen. Találkozunk, jó? Jó, de megmutassam mikor az SMS-t. Mikor fel van véve. Milyen a SMS? Nem én hívtam ki rendőröket, hanem bejelentést kaptunk, és két ember itt van, akik nem rendőrök. Azok küldték el a rendőrségnek a bejelentést. Hát srácok, nem tudom. Négy cím és ott a botta mögött. Mindenki Youtube-ba. Jajajajajaj. Hát jó, csak ez is tört. Mihály, jöjjön el, valami történt, és egy angyalnak kéne egy kocsit hozni ide. Egy pillanat, várjanak egy pillanat. A szöges az fel van véve, csak annyi, hogy egy motor és egy kocsi eltűnt. Jó, nem. Jó. Jó, most indul a konvoj ki. Főnök, bakker. Valami el. Jó vagyok, de fú, ezek főleg is ott, ezek rengeteg. Neve csak észre vannak, meg átfogadták, hogy ki vagyok. Ja, úgy tényleg azt hitték, hogy tudja, hogy milyen alkot kötöttem magáért? Na. 5 darab pénzeszeret és 5 darab kávé. Köszönöm főnök. Figyelj már, az a, nem tudom, Marcelt akarják, meg jó, hogy nem volt itt. Most a Marcnak be kellett volna ide sétálni, azt kinyírták volna. Egyértelmű, igen. Ez tiszta lap, szóval. De most főkéne szerelkezünk és elkapni ezeket, nem? Vagy mi lesz a terv? Kint a kapuban egy kisebb káosz alakult ki, nézzünk ki, hogy kimentek-e. Nem, még itt vannak. Mihály? Igen? Az a helyzet, hogy most egyelőre nem tudjuk elhagyni a helyszínt, mert az autók tűnnek el alól. Ja. Igen, nem csak nektek, nekünk jön ez. Hello! Dino. Van ez. Eltűnnek az autók. Modder van már egy fél órája amúgy, mert összeesik folyamat a keresés. Ez autótörés volt, mert csomó autó kint volt hagyva. De nem, összeesik folyamatosan. Be van bindelve neked a jég vagy a kábel. Nem. Meg utána vissza is jöttem, ugyanúgy az autók égbe emelkedtek, meg eltűnt alulam is az autó már egy fél órája. Hát az a baj, tőlem is eltűnt 3 autó, ezt újra ki kellett hoznom, de mindjárt rákérdezek. Jó, egy pillanat. Nem szokott ilyet. Előbb a micsoda, Joker is összeesett, nem csak én. És ezt ahol nem tudod? Láttam!
Láttam, hogy a Joker. A OC-ban. Jó? Akkor most leülök. Ő is nézze be. Kukulom. Hát ez hihetetlen amúgy Doni. Látod? Mondom, ezt nem tudom. Aha, tényleg. Hullunk, mint a legyegdik. Ezt valaki csinálja. Dani, majd nézd meg a reményképeket. Jó, az jó. De amúgy azt hiszem, hogy szívült is előtte, és úgy esem össze. Azért mondom, itt valaki ezt kajak itt a izé. Itt a Poblos. Figyeljetek csak, mert én szédülök, mert én nagyon rosszul vagyok, szóval. Jézus, Jézus. Azért na, a kopaszok azok mindig erősek, azok soha nem esnek. A kopaszok, hogy feltűnt-e minden. Nem vagyok kopasz, de még se esek el. Amúgy tényleg. Állott van a másik kopat, tessék, semmi vagyok, látjátok egyszerűen. Te is kopasz, hogy én megnéztem azt az élményképet, tehát... Most már nem tudok rá mit mondani egyszerűen. Egyszerűen én is összeállok esni. Estek össze az emberek, mondd el. Ez biztos az. Endre nem vicces. Akaratomon kívül akarok. Jó, most lefekszek, elkezdek kúszni igazából. Ez az. Jó, rég is levegyek valamit. Taktikai ennyomozgás. Kikúszol a izé alatt? Kasonál, kettő, 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 megkérdem a Petit, hogy megjön valamit. Aha, tudottuk, látták. Ért megy. Látták, ért volt te. Elhagadom hát. Az ilyenek fizetősek, nem? Az ilyen modmenők, ezek fizetősek, nem? De nem tudom miért. Szőkevet nem. Fővehettem? Fővehettem? Igen. Most nem. Igen. Na, kinyomtak. Vicceltek. Lák, ingyen van, így van. Mindjárt folytatjuk, cset, csak. Kinek a telefonját? Igen. Mondjad. Zavarom a vonalat, igen. Hogy az? Szia, Vince. Jó Isten. Na most mi van? Mentek? Mihály, nem vagy fenn még a Tinderen? Nem, nem. Csak Tinders? Kellene voltok, ugye? Van Tinders? Engem. Bent vagyok majd. Hát én felszedem a Mihályt a Tinderen. Jó, srácok. Menjtek van a lótok, jó, ott van a négy személyes, menjtek a lótok. Várjál, ne elszom, ugye, mennyi nektek, akkor az a lehetetek, hogy nem tudjuk itt el, akkor meg. Most írt Peti, hogy mi van. Ja, hogy valaki tud ilyet programozni is, értem. Mit? Utánunk jönni? Hát persze, gondolt, azért akartam konvojba menni, hogy itt, hogyha valami van. Majd legközelebb. Még nem tudom, mi történik, de igyekszem kideríteni. Fotó? Ezt írt a Peti. De benyomni. Na, az adminok is látnák akkor, jó. Máté. Andy, te vagy az? Padó Andy. 300 like-tán lesz egy sub gift, köszi Tibor. Na, Wolf, itt a lehetőség nyerni! Wolf, itt vagy? Menjetek, mert utána megyünk. Folytassuk innen. Úgy jó lenne utána, hogy tennétek. Hát de most, hát most mi ne menjenek már lövöldözésre már. Ne ez... Most gyalog, nekik valami alapkocsikat lehívni, hogy el tudjanak menni a helyszínről. Hozzuk le egy autót? Aha, hát amiben beférnek ők. Ez csak ez a kettő van meg. Köszi szépen Tibor a felajánlást. Hát most adják el a RP szerint a honlapot. Most vettük ki a Mihályt. Ja, most már mennek, ja. Csak autók kell nekik. Csak autók kell, ne ez van. Jó van. Húzzuk innen. Legnagyobb zsivány én vagyok? Jó, most indulnak el, úgyhogy engedjétek őket szabadon, jó? Senki nem menjünk el. Ki már ott van templomnál. Ja, van a srácok, akkor kocsiba, aztán menjetek, aki tud menni. Itt van még egy kétszemélyes is. Ez teli van a kétszemélyes. Én majd fölülök Andy mögé. Nyomjátok meg a lájkot, lesz egy szebb gift, köszi! Kovártok templomnál, köszi, köszi! Csücsü! Addig elmegyek mosdóba, csak jó, gyorsan még itten. Vigyelj be! Nem gondi kocsit kaptak, kikrendben. Hát, jaj, jaj. Na, akkor szálljunk be négyen. És hát valahogyan. Ennyi sót. Ott az első kös.
Ma megint? Na. Ma megint? Nem, 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 csak összeesik. Nem, nem. Na, meg vagytok, srácok. Hello, hello. Hello, Mizu. Szia, Dani. Hello, cső. Nekünk van motor, köszi. Van, van, van. De figyelj csak, Názol, kint van a szemben, nekik tűntek még a járművel, ők is szóltak rád. Jó, megyek oda. Oké, köszi, köszi. Na, nem fér be mindenki? Nem tudom. Jaj, ez mi volt? Van nálam fegyver, főnök, használjam? Nem is van. Egyet meg kéne ölni. Semmi, Jézus. Semmi. Jézus, persze. Ja, de én visszamentem az egyes rádióra. Ja, oké, semmi baj. Jó, jön mindenki vissza az egyes rádióra. Ja, mert azt hallják. Már csak 13 like chat, köszi! Összeestem megint. Jó, most indult el a konvolyánk, egyébként ki őket. Nem, vettem. Terepjáról? Üresen, nem. Nem, nem, nem. Ó, bakker. Ezt nem hiszem, ezeket le kell kapcsolni, főnök. Én ezt már nem vagyok hajlandó elviselni. Amúgy elmondom, Mihály, sokkal előtt tudtam volna magának szólni, mert elkaptak a főnökben névtelen bejelentők, hogy el fogják magát rabolni, és nem tudtuk elérni magát, ugye? Ja! Utána bekapcsoltam amúgy a GPS-t, nem látták a jelemet? Nem. Nem, direkt, azt néz... direkt bekapcsoltam. Utána jött egyből a... riasztás, hogy ott a humánlabban a fegyveresek vannak és rálőttek a járatkerületre, arra jöttük és azt sem tudtuk, hogy maguk vannak itt. Aha, aha, azért láttam én is az SMS-t, mert megnézték a telefonomat, nekem is jött az SMS, hogy valaki bejelentette a dolgot. Igen, itt kint van egy falvicskó és oda hívtak minket, ott tájékoztattak minket, hogy itt bent fegyvertessék, elég sok azért néphogy, mert hogy jó lenne őket elkapni, azért diótunk össze. Jó, értetek? Igen, légy szület, gyertek. Mi lenne főnök, hogyha főszerelkeznénk és a templom, megközelítenénk a templomot? Igen, a bejelentésben én egy olyat kaptam, hogy a tágbarát. Nem tudom, maga tudja, hogy ki az. Tágbarát? Ő akarja magát. Igen. Na, ő akarja magát levadászni, ez volt a... Igen, a de aztán mégsem én voltam a fő célpont. Nektek a transport, hol mentek? Hanem a Checkminator. Aha. Jó, hát ez egy új fejlemény. Ha majd csak megkérdezem majd, hogy mit csinált, hogy őt akarják egy... Nem menjen, Mihályt elkezdik. Jó, Mihály, szálljon be, akkor kocsiba nem is. Az őrsem. Kettem vagyok, úgyhogy bejövök a tűzsítésre. Eltűnt a transzporterünk megint. Hello, kéne egy fuvar. Szép nap volt. Hello, nem férek be? Kiszállok. De megoldjuk. Jaj, Peti, a kocsi itt van nálunk, Gerti. Befér, most már befér. Oké, de Mihályt addig visszavítjük az őrsem. Ez jó néz ki. Az őrsre. Mindenki menj vissza az őrsre. Belesapunk a legfúba. Megöttek a nyarba. Hú, de jó kis autó ez. Tökéletesen vigyázz, ez egy jó kocsi. Megy is, de bőr is. Ez nagyon jó kocsi. Kapcsoljuk a villogót, aztán. Jajaj, itt mi történik? Jó, egy ember még üljön fel a Levente, ugye? Hát, de szerintem nem megyünk. Itt valami torlasz van. Hát, ajjaj! Valóban is eltűnt az autó. Biztos van magának? Van. Itt jövünk mögöttetek, mindjárt kiderül, hogy nálunk is inkább. Wonder van, ja. Menjünk, nyissunk ládát? Neki is eltűnt a kocsi, látom. Imádkozzunk, mert itt van. Á, de ha még nem találják meg, addig nem tudunk. Eltűnt mindenki, ahol a kocsi, jó? Hát, pedig ez jó RP volt, de nem... Jutottam, mondjad nekik, hogy nem kapunk el titeket. Tudom. Hogy legyen. Azért mire én is feltettük el. Hát tőlünk is két kocsi megölték az emberünket. Hát valószínűleg motor van. Pop megint. Hát nem találja a Peti. Nem merné idejönni. Nem találja a Peti. Persze, hogy nem, mert tudjuk, hogy miért csinálja a pont ezősumát. Hát elmegy visszajön, valószínűleg valamiért játszott. Két like, így van.
Nem baj, mert utólag kicsit kiveszik a logból, és ugyanúgy kirakják. Eladjuk az AVP-t, nyissunk cséguládákat? Cset, 40 euró a szány. Hát jó, addig szintén. És csak eltűnt a 12-3 láda. Szerintem úgy kéne, hogy a admin oda minket, nem tudom, ringel kell, ákóra. Bár menjünk oda egy rakásra, mert lehet, hogy kocsit lehívnak, és akkor úgy visszavisznek a városba minket. Vagy egy buszhoz beülni. Jó, na most, ha még van, nem találják a moddert, ez lesz sajnos. Köszi Tibor, ki nyerte? Na, ki nyerte? Ki nyerte? Robert kis nyerte! Gratulálunk, köszi Tibi! Az a baj, hogy most már olyat is lehet, hogy nem mérik el a lopot, melyik csinálják. Külön fizetnek azért is. De mennyit küldtenek erre? Vagy mennyi pénz? Sok? Alap, egy alap, egy izei, az 10-5 dollár, de vagy is 10 dollár. Szép estét kívánok! Igen, légy, majd mondjuk az összes a járműveket elvitte meg ezen valamon. Így csinálnak, ilyet csinálnak, hogy várjuk, várjuk, várjuk. Szép jó estét és szép jó reggelt. Köszönjük, azért járjuk. De előállom most olyan pillanatban. Az éneket így ütném ki. Az éneket úgy torkon vágnám, há? Ti már maga ellövi? Nem, te hogy lövöd? Csak te már esik már lövi. Csak te már esik már lövi. Ram-pam-pam. Nem kérdés, hogy kérdés, hogy kérdés, hogy kérdés. Hát ez olyan demotiváló ilyenkor. Egyet robbanak. Még hétköznap nem volt, péntek van, hazajött a gyerek az iskolából, és unatkozik. Engedik géphezni egyre. Hogy van a Mihály út? Rosszul. Nem menjen el meg. Ajaj. Ja, mert eltűnt alul a kocsi, azt láttuk. Ja. Nem, ő le lett. Megjön az OBC-t. Kicsit túl legyen a sebesség. Akkor így jól sikerült. De arra tudnálak itt menni a többőre? Hogy de. Hát csak így nem tudunk erre. Meg lehet nézni, hogy a lobba követ. De ne lök fel! Azt a mocskos kurvőket. Ájj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 j. Jézus, elnézést. Megvan, bannoltátok? De, legyél már normális. Ez kicsoda, vigy a fegyből, hogy öptök ki. Hát ez devil, hát ez... Már így is halált érdemel már. Nem is értem, hogy él még. De álljtok már le! Álltak, kirakták. Amíg csak... Na, most már. Na, ezt már szeretem, mikor öltöcsöket. Ezt már szeretem. Álltak, kirakták, majd kiderül. Paprúta meg, hogy most sáncsítasz. Tényleg hát, szabolt? Igen, mert majdnem meghalt a BH. Youtube-on rakítek, pittej gond. Amúgy ennek meg nem ennyi értelme van. Majd a BH-ba adtam, azt a kóbust értem. Tehát annyi értelme van, hogy látjuk, hogy iszonyat csak a vagyunk. Újra megítjük a jelentkezést. De akkor ussad, üssed hát. Mi nem vagyunk? Mindet üssed. Mi nem vagyunk, mi kevesen vagyunk. Nem kevesen vagyunk, ti vagy kevesen. Mennyire rossz lehet ennyi ruhát kimosni, ami mind fehér. Hát amúgy tényleg. Halljátok rendőröket, írjátok már be csevegőbe az ID-t, és akkor oda tűzik mindenkit a rendőrségre, jó? Általában megtalálták. Hál' Isten, de tök szintem ő így a fejét. Jó, elbírjátok az ID-tokat, oda bringelek ennek. Így, ne lövöm mindig. Jó, oké, köszönjük. 13-as. Te csinálod? Dani? Ja, azért. Akkor figyelj, mondom neked rádión az ID-kat, jó a legegyszerű. Csak az ORFK-sok van. Jöhet. Jó. 64-es az első. Jó, 2-es a második. 25-ös. 59. És 26-os. Tisztelet. Jó, megvagyunk? Na, elmedlen. Nem maradt már senki, ahol már laknál, ugye? Akkor mindenki itt van, köszönjük. Jó, szuper. Jó, elmedlek a garázsból minden kocsi. Jó, akkor átöltözök, aztán mehet a járőr, vagy amit akarunk. Jó, oké, legyen. Még le akarnak rá csapni, úgyhogy mondták, hogy a tag barát azt téged el akar kapni. Jó, akkor vadászuk le őket. Csak ők nem tudom, hogy jutnak el onnan, de majd megoldják. Majd mindjárt megjegyek. Jaj, csak pedig most még jó lenne, ha lenne egy jó kis ilyen elrablós vagy lövöldözős RP. Aztán... Meg reméljük, hogy kitették a moddert. Ilyen demotiváló, nem? Nézői szemmel is demotiváló a dolog?
Nem ide megyünk. Hanem ide fel. Szép napot, szia Zalán. Szia, szia. Na lassú, lassú, admin, na itt az admin RP. Itt az admin RP. Ezt akartátok, üszköt a szemem. Tisztibe menjek. Hello, hello, hello. Jó. Ciao. Hello. Oh, oh, nagyon jó. Nagyon jó. Tisztelet. Tisztelet. Mi gyere, kell? Gyere. Bocs. Jó. Kell nekem egy kajapia. Kajapia dínomdánom, vezsikétől. Öt szendvics. Jó, azért mert jó sokan vannak a bátorsiék, úgyhogy ez tök király. Most össze kéne, de 8 rendőr van, itt meg 10 vannak, az azért majdnem megáll. Sisakot vegyem le? Hát de ha lövöldözni megyünk, akkor az jó, hogy rajtunk van, nem? Lehet, hogy csak eszek. Na, mondom eszek. 50 víz. Mondd nálam, mert ja, azt ott ők csúsztatták a zsebembe. Macis izét? Jó. Jó, tessék. Vettem. Protein szelet. Jó. Megvagyunk. Akkor sorakozó lent a garázsba, ha mindenki kész, főnök? Igen, már a párokat ki is osztottam, ennek is van, most megy fel a Lukás Levente átkörző. Rendben, köszönöm. Na, most RP-zünk, ha megtalálták, kibannolták. Akkor megy tovább az RP. Vegyem le! A fejbe fognak lőni, srácok. Úgy tűnik, hogy erre nincs változat. Jó. Jó, jó, jó. Jó, meg van a kocsa. Oké. Ah, nem vagyok itt. Ja. Jó, Mihály, jön éppen akkor a Lukás Levente, ön lesz. Jó. Társ. Köszi Lajos. Válasszanak egy autót, jó, a többieknek mindenkinek megvan a párja, úgy tudom, ugye? Én nem voltam, hogy gyere Krisztián Vasgusti, a két plusz egypár. Csőbécű. Köszönöm, nem, most én. Hát már vezettél, nem? Nem, majd gyere. Majd visszaveszem, hát az egy kocsiba vagyok! Na mivel menjünk? Mivel menjünk? Vagyunk másik járművet? Colorado-t azért szerettem, mert... Mert ez megy helyen. Nagyjából úgy helyezkedjetek, hogy a Mihály közül, mert jött egy bejelentés, hogy kollega. A Mihály valamilyen támparát kellett magyar rabolni. Mester 13 megkezdi erről a szolgálatát. Mi Mester 13-ak vagyunk. Mester 13 megkezdi erről a szolgálatot. Mester 99 megkezdi erről a szolgálatot. Jó. Tudomásomra jutott kollega, hogy a világ hol lak, hát oda fogunk először elnézni. Jó, oké. Valamerre erre, konkrétan nem tudják, hogy merre, de valamerre erre. Na, megnézzük. Nagy ellensége a Jézuséknak, úgyhogy az még nekünk kapura is jöhet. Ezeket el kell tárni, hogy 10 voltak ma is a Jézuség. Nagyon sokan vannak. Na, meg vagyunk 80, 90. Hát, ja. Már valahogy el kéne őket kapni. Majd a templomhoz is kinézünk. Na chat, járőr van, chat! Ki akarta járőr? Megnézzük a lilákat. Jaj. Azért is gyorsan átöltöztem. Folyóálló meg minden, mert... Bármikor. Persze, Andy beosztott magam mellé, tudom, hogy itt... Széjjel, igen. Fel baj. Valamelyik ez, ezek a házak közül valamelyik azok. Nézzünk be ide. Jó. Nem jön valaki. Nézzük, hogy nyitva van-e az ajtó. Fegyver legyen magánál. Még mindig megvan a mappolás, amúgy. Nézzük már meg. Hát
hoppa, hoppa, hoppa. Zárva. Nézzük az oldalsó bejáratot. Ez is zárva van. Bakker, ide nem jutunk be. Jó, minden esetre legalább tudjuk, hogy van itt ilyen dolog. Van lapat. Jó, hogy égve hagyták a lámpát. Igen, igen, igen. Kiírom azt, hogy a lilákat várjuk haza. Nézzük meg, hogy ide jönnek el. Bújjunk el, szerintem oda fölmenjünk a hegyre. És kiírom, hogy a lilákat várjuk haza. Kíváncsi vagyok. Jó. Mert akkor megtudjuk, hogy hol laknak. Chat, ez mi ekkora ötlet? Jó, még jó lesz. Jó, akkor írom is. ATVT, lilákat várjuk haza. Jó, majd itt tudunk zoomolni a házra telefonnal. Lilákat várjuk haza, kiírtam. Most kíváncsi vagyok, hogy megjelennek-e. Nem tudom, hogy jönnek-e. Tudsz zoomolni? Persze, igen. Látom is házat. Most várunk egy kicsit. Jó lenne, ha haza jönnének. Nem tudom, hogy fönn vannak-e. Kíváncsi vagyok, hogy megjelennek-e. Jó lenne. Kiabálok, suttogok. Most normál. Jó, szuper. Hát meg ugye nem is biztos, hogy ott laknak. Ezt a helyet adták meg, de azt mondták, hogy a környéken. Aha. Tudnak jönni egy kis tárgyalásra. Kiírtam HTVT-be, most nagyon kíváncsi vagyok. Nem tudom, a lilákkal szerintetek jobba kéne lenni? De ha nagyon a környéken, akkor azért van rá sansz, hogy kiszúrjuk őket. Hát ja, ja, itt azért be lehet látni a dolgokat. Legyünk barátok a lilákkal, és Jézusékat gyengítsük meg, most nagyon-nagyon erősek. Nagyon-nagyon erősek. Nem is reagálnak rá. Jó, akkor menjünk ki szerintem a templomhoz. Jó. Ja, most bezártam. Jó, menjünk a... Többi kollega merre van, járőrözik. Jó. Jajjaj! Jajjaj! Ajjajjaj! Kiadta! Pont kiadta, igen. Hello, hello! Jó, a templomnál lehetnek ugye Jézusok és haverjai. Nagyon sokan vannak, meglátjuk, hogy mit tudunk tenni. Ellenük. El kéne kapni, hogy bebörtönözni az összeset. Sokan lehetnek ők is? Tizen vannak. Legalábbis tizen kaptak el. Igazoltassuk, kollega, jó? Kicsit gyorsan mentünk.
Mester 13 félreállít igazoltatni egy gépjárművet 9324-nél. Most érkeznek. Most nem mondod, hogy olyan van megint, ugyanaz. Menjél már. Jó napot kívánunk. Jó napot. Tiszteletem, uram. Tiszteletem. Kollega, igazoltassa a lejászós járművezetőjét. Napot, Lukás Levent, az Ászlós vagyok, jelvén számom 23-25. Hiszen nem mennék be, itt járnak a... Igazoltatás is, csert. Járművezető úrtól szeretnék kérni egy személyigazolvány. Hát is nyújtom. Hogy hívják magad? Egyes József 1902. Ő szerező, nem? 22. Uram, elragadom, majd közben szólok, de... Az számít, hogy mielőtt eljöttem, hogy megvegyem ezt az autót és kipróbálnám, hogy láttam, hogy három feles sótkát lehúzott az úr, ilyen tüskét. Ilyen csöves aktivált. Hát az bizony ittas vezetés, igen. Hát szondáztasson meg. Hát de nem, én nem itt, én nem iszom. Jó, hát lehet, hogy akkor más láttam, hogy ilyen csöves aktivált, de jó. Mi ez a piros? Hát nézzék körbe az autómat, csak az autóba ittam. Rendőrség. Jogosítványa van az úrnak? Hogyne van. Nem követett senki. Akkor leellenőrzem. Vagy itt ez, de lehet, hogy ő szemmel tart. Melyik egység az? Ő ki szokta írni. Látom, hogy van vezetői enged. De persze, hát tudjátok, hogy elrabúhattam minket folyamatosan. Kicsit gyorsan hajtottam. Hát igen, kicsit gyorsan. Nem is kicsit szerintem. Jó, de uram, ez mentségére az úgy volt, hogy 50-re tartott a lábán a gázfedelt, és van egy ilyen... Volt egy úrata, és akkor így megdobódtam. Igen, hát így beleremegett a lába. Én néztem, a kocsit próbáltam, tehát mondtam, hogy próbáljuk, mert szeretném megvenni, és ő tartott a lábát 50-nél, itt átmentük a bukkanon, ott nézze. Este 99-es erősítést szeretne. Ott arra látják, felé, ott megdobott, ott volt egy ilyen kárgy. És ahogy belementünk, ott megdobta az út, és így belemegett a lába. És hirtelen fölment 70-re, és mondtam is neki, hogy Józsi, 50-re, lassítsál vissza. Hát, hogy itt nagyjából ez a probléma állhat fent szerintem. Illetve, hogy a közütközelő tudnánk értesíteni, hogy ott tényleg van egy ilyen rohadt kártyú. Mert a Peldi lehet, hogy meg is ütődött, amúgy nem tudom, hogy ismerik-e, de ez a... Tölt a Hiluxon ez a felni, ez 1.500.000 forint volt a 4 darab. Tehát azért... Jó, figyeljenek, nem húznánk tovább az időt, kapni fog egy csekket és egy 4 büntetőpontot gyorsajtásért. 4-et. Ez a legegyébb büntetősről. Igen. Sajnos, hogyha trafipaxra kapjuk el önöket, nincs büntetőpont, mert akkor nem tudjuk elnőrizni, hogy kivezette az autót, de mivel a maga autója, ezért 4 büntetőpontot is jóvá írjuk a számláján. Cső Joker! Ki tudja számlázni, kollega? Természetesen. Köszönöm szépen. Amúgy uram, túl engedékeny, én 6-ot adtam. Hát jó, még nem sem szondáztattuk meg, gondolom, hogy ez egy poén volt ellene, de itt jó, a szerzetés, hogy be igen. Is vonnánk a jogosítványt 3 hónapra. Hát annak az úrnak nincs a jogosítványa, és úgy szeretné. Micsoda, hallod? Jogosítványom van, forgalmi, személyi, mindent tudok. Kiállítottam a csekket, és átküldtem az úr. Vigyázzatok magukra, és lehajtsanak gyorsan. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, és szeretném megköszönni a szolgálatokat itt a városban. Köszönjük szépen, igyekszünk. Minden jót önöknek. További szép estét, viszontlátásra. Nagyon jó. Szép munka, kollega, köszönöm. Ekkora kamutumát a héten még nem hallottam. Ja, amúgy igen, ilyet még én sem. Hello, sziasztok. Hogy durod már az autó? Igen. Jó, menjünk. Még tűzharcba is keveredhetünk, kollega, úgyhogy vigyázzon. De nem szórakozom. Agresszívak. Az az ismertető jelük, hogy agresszívak. Na, az igen. Jó ismertető jel. Ja. Meg hazudnak össze-vissza, meg... Ja, meg hazudnak. Fel. Mondjuk ki Jézus
Nagyon sokan van. Ketten nyírjuk ki az összeset. Ez van a legjobb. Valószínűleg igen, mert lehet, hogy fölvettük a humánba. Mennyi idő szerint? 39 kb. Az elég. Az 39 ember. Itt nem nálad. Jaj, a te jaj, vigyázzon! Jaj, hoppá, 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 hoppá. Akkor indulunk oda. Egyes bolt. Este 99-es elég a bolt rablása. Be tudja jelölni? Bolt rablás. Jaj, akkor már jelölni. 36 szint úgy. Megyünk is a rablásra. Pillanat, csak valami nem jó a GPS. Jó, kint van, amikor város fele. Egész jó vezetek, csak. Egész jó vezetek mostanában. Hogyha a jelölés? Igen. Viszont meg kell állnunk tankolni, úgyhogy teszünk egy kitérőt. Ja, ja, ja. Jó, hogy észrevettétek. Jó, visszatértem én is egyes volt, ugye? Igen. Pozitív. Mik vannak, milyen gépjárművel teljesen? Elhajtott a helyszínről, jelenleg a autóker irányába tartunk. Bördőd? Egy fekete Seat Ibiza. Tankolunk. Mester 16 átveszi az üldözői szerepet. Tényleg autóker irányába tartunk. Tessék? Most ezt nem értem, rabolják a boltot, vagy most elmenekültek? Szerintem nem volt túl szükséges, hogy elmenekültek. Egyes bank előttel. Mester 28-as bekapcsolódik az ügyvény. Itt vagyunk Kocka Parknál. Egy zacskóról van húzva az illető fejére. Egy barna bőrű úriember. Mehetünk. Jelölöm folyamatosan a kollégák helyzetét, jó? Igen, igen. Hoppá. Meg tudnak tőle egy kicsit ijedni. Loplandi derék hallottam ezt! Maga Loplandi! A jármű tulajdonos a Batyi Géza. Ti már mi állj vagyok, uram? Bipi, te vagy az? Bipi? A loplandiak régen katalizátort árultak, de felszívódtak. De várjon, Bipi úr, várjon egy pillanat, nem szívódtunk fel, itt vagyunk, csak börtönbe. Szerintem nem is jó. Értem! És akkor rögtön kiszabadulnak és rögtön rabulik el? Nem rabultam, hallják meg, nézze meg, hogy nem rabultam. Nem rabultam, a zacskóból akartam kijönni a morzsát, csak megszólalt a riasztó, azt mondták, hogy szaladj. Én megfutottam. Ne veszem ezt a zacskót a fejéről, uram, és kap levegőt, meg morzsa lesz. Majd, 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 majd
Jó, kollega, jöjjön, mi menjünk akkor. Többiek eleget hozzá. Mesterek, azt a 19-es felit még elrakják, vagy hazamiért. Ez egy állat, ez a tégla. Lopland, derék volt, azt a börtönben voltunk eddig. Jó, megyünk vissza. Tervhez. Andy követ minket? Jajjaj. Andy követ minket. Jön? Nem, nem jön. De jön. Jön vagy nem jön? Azt mondja, belefulladt a morzsába majdnem. Miért? Ez egy hoppá. Te is látod? Igen. Ez a kendő. Igen. Neked van pedig. Jó napot kívánok! Tiszteletem az uraknak! Jó napot, ez nem egy igazoltatás, csak egy kérdést szeretnék feltenni maguknak. Igen. Mit ábrázol az a lila kendőnöknél a zsebükön? Ezt szúrtuk ki itt a kollégámmal. Szia, Lili. Hát Újpest szurkolók vagyunk. Újpest kedvenc játékosok. Onobó, tudja? Jó, onobó. Rendben, akkor maguk véletlenül se azok a lila úri emberek, akiket Jézus emleget folyamatosan. Ki? Jézus? Aha, Jézus! Folyamatosan hát, lila emberek. Hát ti már nem Nem halt meg. Én nem tudom. Nem, mi nem azok vagyunk. Jó, rendben, ennyit szerettük volna kérdezni, minden jót maguknak. Köszönöm. Viszlát. Köszönöm. Hüvessük őket, nem? Mondtam, követni kéne őket. Hát, lehet. Mester 99-es folytatja a járőrszolgálatot. Rendben. Jó, a lámpa is megállt. Nem tudom, mi jártak meg. Újpest szurkoló. Kollega maga milyen szurkoló? Hát én nem szurkolok nagyon senkinek. Senkinek? Maga? Hát én csak ha magyar válogatott meccs van, akkor szoktam nézni a focit. De amúgy nem. Na, kb. Én is igen. Hát így nem fognak semmit se, nem? Hát jó van, menjünk, mert ezek most nem szabálytisztelő állampolgárok, úgy látom. Na, igen, biztos túl, nézik. Túl, biztos nézik a visszapillantóból, hogy követjük őket aztán. Igen. Jó, most már csak kérünk Jézushoz, de ezek lilák voltak. Így most nem tudtunk elindulni ezen a szálon, sajnos. Jajjaj, kicentisztem! Ha! Oh, sima volt. Átmentek a piroson. Jó, nem akartuk őket megmenteni. Tényleg az lett volna a lényeg, hogy elmondják, hogy ők a lilák, és akkor tudtunk volna RP szállat csinálni abból Jézusék fele. Hát ezt nem érem utol. Persze, hát a kendőről felismertem őket, de hát jaj, így most érted, teljesen most nem tudott úgy RP-szel kialakulni, ahogy akartam volna. De nekem is ilyen lambó volt, Józsi, tényleg. József Balázs, bocsánat, hogyha mondd már melyik a keresztnevet. Akkor úgy szólítalak. Ez Jézus! Láttad? Nem ez nem. Jézus! Szálljon ki, kollega.
Jó napot kívánunk, Jézus! Kezeket fel, le vagy tartóztatva! Szálljon maga is ki! Le vagytok tartóztatva! Erősítést kérünk, elkaptuk Jézusékat! 50-19! Induljon a 59-es indul! Mi történik itt, uram? Maga kicsoda, jó napot! Jó napot, izé vagyok! Egy ártatlan ember! Jó, rendben, akkor maga gyalog menjen el tovább, nyugodtan! Gyalog? Igen, mehet gyalog! 50-19. Menjen. Gazdagegyed fölött. Jó szó, jó. Jézus! Most megvagy! Most megvagy! Mik a vádak? Megvagy! Hát például egy rendőr elrablása, nem elég nagy vád? Ki ez az ember, veled van? Be fogunk vinni, kihallgatunk és becsukunk a börtönbe. Azt az urat el kéne küldeni. Menjen! Bengem is! Menjen innen! Vigyenek bengem is! Nem akarjuk magát bevinni, maga nem csinált semmi rosszat. Hallod? 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 Az lesz a legigazságosabb fal, hogyha elmész utadra, hallod? És értesíts az egyház szagokat a történetről. Menjen! Már megint. Menjen! Menjen! Hirdesd a figét! Elkaptuk Jézus! Őt elengedtem, mert ő nem csinált semmit, őt elengedtem. Jaj, jó. És mit csinált Jézus? Hát elraboltak engem! Na hát, nagyon helyes. Ez úgy segít, Jézus. Jézus, miért? Figyelj Jézus! Az ember a jépcséka volt? Ki gondolta volna, hogy egyetek dolgoznak? Jaj, nagyon forgalmasok vagytok ti pénteken. Hát ilyen, akkor már légy, kell adni a műszakot. Főnök, jöjjön, legyen szüves. Jézus, lecsukjuk, vagy inkább őt elengedjük, és a többi bűnözőt kérjük cserébe? Hát, vagy a többi bűnöző mi ez? Ő szerint ide fog jönni? Nem tudom. Lehet, hogy támadó jelleggel jönnének ide, igaz? Vagy egyértelmű. Hát az a létszám, amivel most voltak jelen pillanatban, akkor mi legyen, mert elraboltak engem, azért az egy rendőr elrablása, meg megfenyegetése, az elég súlyos büntetés, nem? Dobja be a kocsiba, az gyerünk befelé kihallgatással. Jó, rendben. Mi volt a? Jó, tegye be akkor kollega, legyen szó a kocsiba, maga pedig foglalja, nézze át a gépjárművét és foglalja le. Köszönöm szépen. Jó, fejezem. Ott többetséget nem kérünk a helyet, hogy befelejtjük a Jézust a kezdem vezetni. Nagyon jó. Mester 16 visszatér a kapitányságra. Autócsere céljából hisz be kell szállítani a Batyi Gézát a kórházból. Batyi Géza. Jézus, most mondják itt rádió, Batyi Géza itt van a városban. Ja. És akkor még mindig fel akarod venni, meg toborozni a többi bűnözőt? Ő éppen az előbb bankot rabolt. Kicsoda? A Batyi Géza. Bankotra volt a Batyi Géza? Egy maga. Fordult a kocka. Jaj! Jó vagytok! Én nem. Ez a tisztelt a kórház a Batyi Gézája. Megfejeltem a szívét. Jó estét, sziasztok. Elkaptuk Jézus. Mihály, úgy érzem, a munkaeszközei azért kapják az ívet rendesen. Hát igen! Van rá elbiztos, hogy mindenféle biztosítás van rá. Nem tud bánni a szerszámaival. Jaj, jó van. Te most maradjál egy csömbbe, milyen veszélybe vagy. Én? Miért meg akarsz szülni? Nem, attól rosszabb. Na. Életfogytiglan börtönbüntetés. Úgyhogy, igen. Sőt, nagyon ki se kell hallgatni, csak elszállítjuk a börtönbe. De azért még beviszünk a cellába, adunk egy esélyt. Kutassuk el, szerintem ja, az urat, hát hogy... Igen, át kell mutatni. Szerintem a rabszállításnál ki fogják szabadítani a múlt. Nyitom. Csendben, köszönöm. Jézus kihallgatása fog következni, utána börtönbe fogjuk elszállítani, majd kell minden egység. Köszönöm. Vettem. Jó, menjünk akkor.
Vigyük el ide! Az mondjuk tényleg, vigyük el ide! Ne, legyen egy kis izgalmas, nem? Persze, Levente Pál, ez a lényeg, előbb ők szorogattak meg, most mi ő? De betámadhatják ugye a konvojt. Ja, igen. Igen. Hát ha izgalmat akarunk, akkor autóval megyünk. Ha túl egyszerű szállítást akarunk, akkor helivel, de az meg nem buli. Azért engedtem a srácot, hogy tudja értesíteni a többieket. Jó, akkor utass át, kollega, legyen szíves, köszönöm. Veszem az úrral a vezetőszárat. Heli? Kapcsolom a bilincset. Nem kell helikopter, mi? Ó, megkérem, hogy tegye fel a kezét. Meg ha kiszabadítják, akkor tudjuk megint folytatni innen. Végig tapogatom a lábánál, szövénél végig. Talál egy Colt pisztolyt, revolvert, ezt elveszem. Nem, élet találok bele lőszert. Egy hacker pendrive-ot találok még az urnál. Igen, itt a zsebénél egy lockpicket. És lehet, három darab C4-es bombát. Oszta! Húha, Jézus, te mit akarsz azzal? Fel akarod robbantani a rendőrséget? Nem hallak. Jézus, itt vagy? Jézus! Halló? Na most hallak. Na nem a rendőrséget akartam robbantani. Mit akartál robbantani? Az állami bankot. Az állami bankot akartad fölrobbantani! Ez egy beismerő vallomás, rendben van. Oké, rendvédelem elrablása. Rendvédelmi személy elrablása. Bármelyik jogoddal szeretnél élni, mert tudom, hogy tisztában vagy a jogaiddal, szeretnél bármivel élni. Nem hallunk, Jézus. Gyere arrébb, lehet, hogy itt a cella a baj. Most mondd. Nem hallunk. Te kollega hallja? Nem hallom, és addig biztonságban érzem ezt a bombát, jó? Nehogy baj történj. Jézus, nem hallunk. Gyere ki, hát ha itt jobb. Most mondjad. Nem hallak. Valami baj van. Halló? Na most, jó. Na szóval. Na. Szeretnék telefonos segítséget kérni, jó, ugyanis van ügyvédem. Telefon? Nincs nálam telefon. Jó, adok telefont. Jöjjenek be, Mihály, aki hallgató. Jó, igen, csak ott valami rossz a hangszigetelés, aztán nem mindig halljuk. Jöjjenek, álljanak ide hátrébb. Jó, gyere Jézus. Gyere. Üvegablak elé eljönnek. Üvegablak elé. Főnök, szeretném mondani, hogy C4 robbanóanyagokat találtunk nála, és beismerte, hogy az állami bankot akarta volna felrobbantani. Ajjajjaj. Így van, most az egyik jogával él, egy ügyvédet fog hívni. Nyugodtan. Jó, hívhatod az ügyvédet. Köszönöm, Nimi. Menj be nyugodtan, meg kell. Na, hívod? Hívjad. Hív be egy ügyvéd. Nem sokat segít az ügyvéd, de... Szaba, szoszi van a bablevesbe. Elkapott a tímár. Hát szerinted hol vagyok már, hallod? Kenyéren és vízren azt mondták, ott fogok rohadni a börtönbe. A másik, hogy cápa ügyvéd itt van a városban. Cápa ügyvéd. Cápa ügyvéd. Ezt véletlenül kéne, hallod? Cápa ügyvédet akarom. Ha tudsz valamit, akkor majd jelezd a rendőrségnek, légy szíves, hogy cápa ügyvéd itt van a városban, jó?
De ezek szerintem gyorsított eljárásban, ezek úgy be fognak engem passzívni, mint a biztos. Egy veszélyes bűnöző gyorsított eljárás, vigyük be, nem? Nagyon szépen köszönöm. Jó? Kerítsétek elő minden a föld alól is. Letelt az idő. Jó, add vissza a telefont kérlek. Sziasztok! Jó, hát az ügyén nem sokat segíten. Jó napot! Teljesen véletlenül nekünk is van jogászok, várjunk sok szeretettel azt a ügyvéd kollégát. Tápa ügyvédet nem tudták elérni? Hát maga hívta, nem? Tápa ügyvédet, hogy ne? Maga a cápa ügyvéd? Én nem a cápa ügyvéd vagyok. Nem tudom, hogy feltűnőmény a derekamon. Én a rendőrség képviseletében vagyok jelen. Nagyon jó. Jó lesz ő is, Jézus? Hát sajnos én a Jézusnak a véleményét nem láthatom el, csak a rendőreinkét. Azt hittem, hogy Jézus hívni fog egy ügyvédet. Bocsánat. Hát az a helyzet, hogy szerintem gyorsított eljárásban kellene egy ilyen veszélyes bűnözet. Az ügyvéd nem sokat tud segíteni rajta. Tehát... Akkor miért ügyvéd? Hát igen. Nézze, az ügyvéd általában arra való, hogyha nem jogszerű intézkedéssel nézett szembe. Az a C4 eléggé kizáró. Igen, igen. Az a helyzet, hogy itt már az ügyvéd nem segít egy C4-nél, meg egy rendvédelmi tiszt elrablásáért. És hogyha körülmények áldozata vagyok? Mi? De ezt most nem hisszük el, ezt már eljátszottam nagyon sok szó. A gyilkos, hallod? Eljátszott. A gyilkos az oka. Megfenyegetett. Át akarta venni, igazadat. Át akarta venni az egyház fölött, és azt mondta, hogy ha nem engedelmeskedem, akkor kivégzi az egész egyháztagot és téged is. Jó, rendben. Téged védtelek. Mester 16, rendben, most beviszünk téged, utána megjelentjük őt is. Hát ez nem mentesít fel, meg fegyvert fogtál rám, érted? Tisztán emlékszem. Lehet, hogy helikopterre szállítunk be. Elég van egy bűnöző, hogyha egy közel 30 embert így megfenyegetett. A Humán Lapsnál ugye érszik ezt. Igen, ott történt az eset. Ott. Jó, hát nem baj, mert őt is elkapjuk maximum. Témának ebben igaza volt. Jó, figyeljen főnök, akkor szerintem gyülekezzenek a garázsba a fiúk a szállításra készen állva. Mit szól hozzá? Jó, a rapszállítót már előbb készítettem, úgyhogy... Ó, de jó, rendben. Na, az már... Akkor lerágyom. Jó, mindenetséget kérnék a garázsba. Jó, oké. Figyelj, Jézus! Az a helyzet, hogy innen nincs visszaút. Ja. Autóval viszünk, de semmi trükk. A pokol tornácáról is van vissza. Rendben, legyen úgy. Jézus, mondd meg önnek olyan névba bármik is, hogy tág barát. Tág barát. Telefont add vissza. Ki adtam, nem? Ki adtak barát? A tág barát egyelő a gyilkos Pátosival, Kensivel, és... Az igazság, hogy annyi neve van neki, mint a égen a csillag. Aha. Jó, mert Mihály, ő tüzette meg az elrablás előtt, hogy ő akarja magát elrablani. Igen. Viszont Jézus nem mentisíti ez a bűnei alól szerintem. Nem, abszolút nem. Jó, utána járunk annak is. Átadtam vagyok. Viszont most akkor, Jézus, gyere, megyünk az útjiba. Nem, figyelj, az élet fogytiglan, sem élet fogytiglan, csak 25 év, jó? 25 percet adunk neki, ha beszállítjuk. És különben is, Isten és az igazság velem van. Már pár szó... Jó, menjünk. Annyi, hogy lenne... Mennyi, Jézus. Egy pillanat, Jézus, most elszállítjuk először a börtönbe. És akkor utána. Lehet. Igen, akkor egy pillanat, Mihály. Merre kell menni? Jó. Előttem, arra. Előttem, Jézus, ne trükközzé. C4-ek, meg állami bank, igen? Gyere. Én már nagy embernek hittem magamnak. 25 percet, de most az RP a lényeg, meg mondom, szerintem betámadják a kombolyt. Hogy van ez, Mihály, mikor az ember fejébe száll a dicsőség. Igen, erősnek tudom. És elkaphatatlanak tudom, és csak én már hányszor mondtam neked, hogy rossz emberekkel barátkozó. Gyere. Pátosi az oka mindennek. Ő meg akar őt téged, izé, ki akar akkor összeütésben minden egyes képjárműben minimum két ember szeretnék. Egy a sofőrt és egy ütés. Na, Matyi, mi a szervezni, csirtessék!
hagyom, mert tegyen egy kicsit figyelme a Jézus. Jézus, jöjjön arrébb. Jézus, jöjjön arrébb. Hogy Kairi vagy, hogy nem passz van. Te hajlott, nekem is imáit befenyítettek, mert mondják, hogy megyek a börtönben. Már bevisszük, bevisszük. Nem beszélgetünk, nem beszélgetünk, menjünk. Megyek mindjárt, egy fél óra ott vagyok, Dik. Jaj, oké. Okay. Megvárjuk a főnököt, és akkor elszállítjuk Jézus fiúk, jó? Rendben van. Csak veszélyes, támadást is kaphattuk, nagyon sok barátja van. Lesz, biztos, hogy lesz. Hogy Jézus. Ne. Jézus Krisztus szupersztárnak, nehogy már ne. Hányan vagytok? Hány ember? Hány minisránsod van? Hú, hát 20-21. Megbilincselik? Legyenek szörös korábban. Igen, 20-25, ez elég sok. Ez elég sok. Hát rajta van először a jobb, majd a bal kezét. 20-25. Rendben. És lettek barátaink. Főnök, mi készen állunk, merre van? Megadt meg felé a lépcső. Jó, felhívást azt valaki fogja kezelni, valaki tudja, srácok? Én sofőrállást fogok betölteni szerintem. Jó. Már ugye a rabszállítást azt ki kell majd írnunk, ahogy elindulunk. Jó ötlet autóval nem, de legalább akkor ki tudják szabadítani. Jó. A felhívást azt kikezelje. Írom majd én. Jó, köszönöm. Jó, a rabszállító ugye az a jobb oldali autó, remélem, hogy négy személyes. Azt még nem teszteltük le, de eléggé golyóálló, szóval szópáncéllal rendelkezik, stb. Tegyük be a Jézust. Egy sofőr, főnök. Igen. Igen, gyere, á, üdvözletem, Tibár úr, üdvözletem. Hello. Mi újság? A Hurka vagyok. Mit hallok? Jézusról. Szia, Hurka. Így van, most fogjuk életfogytig a börtönbüntetésre ítélni. Te olyan gyorsan, hát érkezik az ügyvédje. Ó, már vége, már gyorsított eljárásban egy rendvédelmi ember. Már itt megvédte itt a jó, de az, Hurka, az, hogy C4-eket találunk nála, és ugye elraboltatok egy rendőr, sajnos az semmilyen ügyvéd nem tudja megvétózni. Úgyhogy elszállítjuk most. Hát azért a C4-et azt azért pontolgattam, hát a másik meg azt hatná, csak információt adtunk át, az nem rablásról. Jó, figyelj, ha feladom magad, akkor elengedjük. Jó, minden kollégát kérdezik, jó, áron mellé is a sisepet megyek. Ja, hogy én adjam föl magam, de hát az ügyvéd az itt van, és majd mindjárt megy, és akkor kihozza szépen. Hát ezek aljas vádak. Rendben. Jó, oké, várjuk. Na, itt van. De szem... Várjuk. Jó, mehetünk. Jézusra. Mindenki a gépjárműbe. Mihály maga megy a Jézussal és a vasbusztával. Jó, ebből ki se lehet lőni akkor, ha bese, igaz? De ki lehet lőni, meg azért óvatosan, mert ott a függetlenül egy pácsia van benne, de átlőhető. Átlőhető, jó. Jézus, addig fogom, beteszem maguknak a kocsiba. Micsoda csinos kis autótok van, hely! Jó, kocsiba, kocsiba te is. Melyikben? Itt abban a rabszállító. Jajaj, bocsánat, véled egyet lebót. Pau, uram. Jó, mi lesz a levetéből a legis autó? Te gucsiek jönnek neked. Kiveszek még lőszert itt a kesztyűtartóból. Jó, szóval mi leszünk az elsődleges gépjármű, középen a rabszállító, és a két gucsi pedig a regárió a show. Pillanat, írom a felhívást, és indulhatunk is a börtön irányába. Városon belül 80 km-re megyünk. Császi barátomat keresem! Itt van a Hudor is. Ilyen késő jött főjátszó. Szerintetek megtámadnak minket? Megoldjuk Jézus, ne aggódj. Lehet, hogy kiszabadítják amúgy. Jó, király. Jézus, milyen érzés? Jó, én ugyan az első autó. Hát miért? Mikor a fater olyan lehetett, mikor a fatert fölvitték a Golgotára, tudod? Ja. Arcára szállt kérhetünk majd, Andy. Igen, a nagy börtönbe megyünk. Péntek van, így van. Ki mit csinál a hétvégén? Van. Nálunk búcsú lesz. Fogapácsolás elmaradt. Már 4-es kereken, de mi megyünk elő, csak kövessetek minket. Rapszáll, középen. Jó, a rapszállítóra legyetek tekintettel, hogy egy lassú gépjárműről van szó. Mi az a lakossági türelem? Rendőrség előtt vagyok, Jézus ügyvédje, várom a kedves rendőrt. Az ügyvéd elkésett.
tisztelnünk már. Jaja. Nem, még nem tisztel, de majd említ. Semmi probléma, semmi probléma. Megálltunk levegőzni egy pillanatra. Ja, itt vannak. Szia Márk. Na, itt követ minket egy BMW 65-ös. Jó, zárd el az útját, és amit lekopik, gyere utánunk. Fordulj keresztbe a kocsival. Ment a felhívás, igen, Andy kiírta, hogy a felhívás kezdetét. Andy, a rapszájtörök sárgáig van a benzintank, ez elég lesz? Jaj, itt Mihály, hogy élte meg, hogy elrabolták? Megkérdeztetem? Tessék, kollega! Hogy élte meg, hogy elraboltak? Nagyon rosszul voltam most azért, annyira örülök, hogy most itt a Jézust elkaptuk, hogy hihetetlen. Na ez az. Mondom, nem lettem volna helyébe. Hát hallottam, igen. Ott volt ilyen mesterséges intelligencia. Igen, nagyon durva dolgok történtek. Veszélyes volt, nagyon veszélyes volt. A magyar nagy autóparkolat. Mögöttük jön egy sárga színű autó. Látom, többen is jönnek. Fordulj meg, légy szíves, lass is le, lass itt vannak. Itt vannak. Öreket mindenki megy a kezébe. Ajjaj, ott ütköztek a kollégák. Oké, jól csinálom, jön egy tarts kacsakat is. Már csak a tagoknak most. Jó, szemben levő be az, hogy ős napos elmű. 28-as útig kell elmennünk, van attól kezdve védezzónába, vagyis. Várjunk, de nekem mi ágy? A placért kellett neked arra fölmenned a hegyekbe. Mentem épp feléd. Jó, hogy találkoztunk. Tudom, minden rendben a záró autóval? Igen, próbáljuk felmentartani. Oké, nem is hogy tudjuk, hogy a sárga enzót, a lapot nincs el. Látod, hogy jöjjön elég a rapszállító? Megyek, ahogy tudok. Rapszállító, menjen el. Új, nagyon jönnek. Nagyon jönnek. Itt a rendőrség! Álljon félre a járművel azonnal! Itt a rendőrség! Állj félre most azonnal! Jaj, nem tudom, nekem is van egy hasonló. Nem túl nem fő kellett volna menni? De igen. Megálltunk föl Poletóba is. Mentetek föl a fordulja meg a rabszállító, menjen át a mesébe. Hova mesébe, konvoj haló? Ajajajaj, jöjjön minket, jaj! Jó haló, jaj, megadom magam! Fűsparancsapti, kerék kidőve, szerepjáróban. Jön a sárga lambó. Istennek szent vagy, változtál életünk üdösökért. Szállj vissza a kocsiba, miért álltok ki? Vissza a kocsiba azonnal mindenki. Mi mondta, hogy szálljatok ki? Jó, gyerünk visszafelé a bányás hídra. Jó, gyerünk vissza a hídra, és ott megyünk át. Fél Mihály, nem fogom összejönni a terved. Fucker! Kiszálltak. Add fel okay, Mihály. Menjetek leszembe oda az út célére, a kocsival. Jó, Bari, neked kérem, kér kocsival. Látod, az egész város olyan. Kik ezek a barátaim? Megyétek ki a Jézust, addig gyorsan előveszem a forkert. Jó, addig fedezünk. Jó, gyertek erre az oldalra a kocsiban, nem? Megyétek ki. Sisak. Köszi. Gyerünk főnök, ez az! Jaj! Bokrokban meghalt egy. Bokrokban nagyon sokan.
tudok itt vigyétek a rabotát. Egyetet. A kollégát meglőtték. Másik oldalt, figyelj, figyelj, balról, balról, balról. Jézus, megvan még? Megvan még, segítséget kérek ide. Meglőtték a sofőr kollégát. Vagyunk, lesodrottunk az út szélén. Szemben jövünk. Gyerünk segíteni a többének. Másik oldal? Igen, ott a túloldal. Teleki kocsiba, gyerünk segíteni a többieknek. Megöltem egyet a másik oldalt, mennyi van még? Még sokan lőnek a mi irányunkból, Mihály. A kocsi mellett vigyázzatok, a bokorban vannak még. Kettő, egy megvan. Egy van, már csak egy van. Több van, még négy van, négyet látok, most ugrálnak be. Sokan vannak, még négyen. Jézus, figyük be akkor! Kettőt kilőttem. Szép. Egy napot. Helikopter? Milyen helikopter? Kollégák meg vannak, Jézus? Jézus elbújt! Hát a bokrokat, a bokrokba nézzenek. Jézus, itt vagy? Jézus elbújt! Elmenekült! Ezt nem hiszem el, hogy meglóg a csávó! Jézus, itt vagy? Keressük meg! Nem szállt be a kocsiba, mert egy autó elhajtott. A sineknél volt legutóbb, elbújt a sinek között valóban egy kokorba. Jézus, tudom valamit? A sinek között bújkált az előbb. Jó, akik... Hányan maradtunk talpon? Ezta! A két, de Gucci. Jó, gyertek, Gucci! Rendben, akkor visszaindulok, itt vagyok a sineknél. Hol van? Elvesztettük. Éppen most nézzük át a... Megvan Jézus, megvan Jézus. Ez az. Hol van? Hol van? Itt van, itt van mellettük. Itt hol az elején volt. A mentős autónál.
hogy tetszett? Mennyit lőttem le? 6-ot? Hó, hogy meglógott a kis aranyos. Csak ami... Éppen kinyitjuk az ajtót. Hú, ez kemény volt. Meg vagy Jézus? Meg jó, mindenki kocsira folytatjuk a olyan szemtel. Jó voltam ott a bokorban. Vaj, nem átvertél minket. Gyere, elnézhetem velünk, kösz. Hatnál láttam a célkeresztet, nem? Olyan jó olyan voltak, hogy ebbe a bokorban, nem értem. Várjuk itt a Gucci testvéreket, vagy elinduljunk? Megvárjuk. Gucci, megvárom kitek. Balra fog menni, majd balra fele hitetek várjuk. Jó, azt nem értettem, hogy miért nem főment, kollega. Gyertek mögött. Balra. Menj fel a hídon, és jobbra elmegyünk a hitetek. Nagy körendben. Nem baj, gyertek 6 kilométer fett óra alatt. Annyival megyünk is. Hú, azért elég sok halott van minden. Elég sok, igen. Én a 6-ot vagy 7-et lőttem le. Na, én is egy 3-at. Kedve mindenkinek képve továbbra is, még támadástól tartható, ugyek meg tisztem zavodok. Balra, 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 kocsi, balra, kocsi. Szögöttük. Te padlógáz a gyeresek főnök a egészen negyedére. Balra, 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 balra. Nem tudom mi van. Kocsi, gyertek, zárkózzatok fel, gyertek. 68-as úton gyert róla, úgyhogy gyertek. Kemény. Nögébi, lassítsd! 25 évet kell adni neki főnek, az jó, úgy? Az egy évet tiglan. Mihály, maga vizsgált ezt a ügyet, 25 év, igazából. Jó, rendben. Már többet is megérdemel lassan. Itt a baráta is elnézve. Ártottam vagy! C4-et ne juttassál be, hogy berobbantsad! Tűzparca helyszínen? Mit csinálod? Jó, de ott, ahol az előbb voltatok, ott van tűzparc? A jelen pillanatban nem, most nem, azért volt egy voltak. Ha nem aranyra volt, nem jól lenne, hogy kell magára. Akkor oda leszállhatom. Igen. Jó, rendben. Akkor nem lennénk ilyen magányok. Ja, menjünk, nyugodtan. Menjünk. Tehát nem, csak most itt kapunk. Jaj, bocsánat. Jó, menjünk. Legvégig nem tudom, hogy tudod, hogy hol van a... Én nem tudom, meg illetve kell adjali segítség? Igen, majd mindjárt már üzentem, az már nem beszélünk. Hát. Hú, csak jó. Jó, nem baj, akkor maradjatok kint, biztosítsatok kapcs, jó? Jó van, csak 25 percre jó, bezárjuk, tovább, aztán ennyi, vagy 25 egységet. Úgyis kiszabadul, és akkor onnan folytatjuk tovább. Itt állj meg, itt jó lesz. Az RP-t. Ez a jó, egyszer ők szorogattak meg, most mi őt? Hát csak nem tudom, mi történt, de ez durva volt. Rendben van. Hát ki segítsen, mint a Jézust. Igen, 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 igen. Köszönöm. Isten, jobb vagy, mint a balajtot, megfogom érdekel. Jó napot! Nyissák ki! Mit csinál velem? Hát, ha tudnék, meg vagyok kötöttve, ide vagyok bilincselve. Azt mondom, hogy feloldom itt a bilincset, elrakom a zsebre, megfogom érdekel, és segítem a kocsiból, tetszik csak jönni. Szerintem, hogy nem tudod, hogy nem tud. Cipel legyen? Te csak kivenni, urak? Igen, igen, nem tudjuk kivenni. Jó, pillanat, menjenek hátri. Úgyhogy, ez a végére, ez még jó volt. Na, felét! Valaki kiragasztotta a seggemet. A bőrkárpit, az biztos, hogy tetszett hátul. Az tuti. Műbőr, úgyhogy oda van tapadva. Jaj. Na, majd rádiózunk a többieknek, itt tasszunk be. Majd a szörvenyőben elkezdődött, azt akar, hogy zsomacot kell nézni. Nagyon helyes. Zsomacot kell nézni. Még szólhatok Tímárnak? Kinyugodtan. Hol van ez a garpittan? Mondjad. Tímár! Tudod jó? Hogy nem ez az első eset. És nem is az utolsó. Hogy mi itt találkozunk. De előbb-utóbb, Tímár, majd a temető fogod fogok. Én fogok a rabatalot fölött állni. Isten engem úgy segél. Csak nehogy fordítva legyen. Jó, hogy nem feleztük meg, Bestia. Jó, jön a segítség? Igen. Jó. Én kollégák, én itt alszok, jó? Majd úgyis rádiózok, hogy jöjjenek értem. Köszönöm a mai napot. Köszönöm, kollega. Szép estét kívánok, jó éjszakát. Köszönöm mindenkinek a mai napot, jó éjszakát, kollégák. Éjszakát, köszönjük. Csak nem fagyok kicsit. Nem fagytunk ki.
Köszönöm a mai napot, a tagoknak rögtön elérhető lesz a stream, aki nem tag, neki holnap. Hétfőn találkozunk szerintem akkor Amerikával, jó? Oké, köszönöm szépen, köszönöm moderátok segítséget, a támogatást, tagságot, cső. Sziasztok, jó éjszakát, hello, cső.